Sziasztok! Sziasztok! Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy végre közelebb jövök, kicsit kilógok a kép, mert is Itt élőben helyezkedünk. Egy újabb Reflektor, Reflektor Plus, és nagyon örültem a múlt heti kis kompániának, akik összeéltek, nagyon jó kérdések jöttek videójátékfejlesztés témában, és amit ott is mondtam, hogy lesz egy újabb tartalmunk, ami viszont kifejezetten a kriptóról, és az NFT-ről fog szólni, amivel kapcsolatban a beszédes Kripto itt van velem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. Egy olyan terület lesz, hogy most pont ezen nézelődtem, hogy kezdéskor, hogy itt élőben fogom megtanulni, miről van szó utól végre, hogy mi ez a kriptó meg az NFT, de annyit beszélünk erről videójátékos témák kapcsán is, hogy belemászik a Square Enix a a kripto meg az NFT világába, és a játékos közösség az foggal körömmel tiltakozik az NFT ellen. Úgyhogy közben valami kevés fogalmunk van arról, hogy alapvetően ez hogyan működik. Igen, pont, pont ez az, ami, ami kicsit ilyen szomorú dolog ebben az egész témában, hogy úgy ítélkeznek emberek egy, egy dologról, hogy nem is nagyon járják körbe a témát, mert nagyon sokszor a játékosok ugyanazt látják az egész NFT és kripto témában a játékokban, mint, mint amit nagyon sok játékfejlesztő csinál, hogy tele nyomják mikrotranzakciókkal, vagy a játékokat, és, és erre asszociálnak egyből, hogy egy nagyobb profit szerzés, mint szeretnék ezt a cégek bevinni a játékok. Itt, itt, nagyon adná magát egy támadási felület, hogy te, mint a kriptoakadémiától, hogy itt vagy, te a mundérbecsületét jöttél védeni, itt szeretném megfordítani a dolgot, hogy azért beszélgetünk most erről, mert végre van itt valaki, aki egyébként érti, miről van szó. Mondjuk ő... úgy, hogy értem. Tudok <laughs> dolgokat róla, és nagyjából értem, és remélem, hogy jól át is fogom tudni adni. Kezdjük az egészet nagyon-nagyon az elejéről, hogy hogyan megyünk el eddig a pontig. Van nagyjából egy ilyen, egy ilyen egyezményes, hát egyezményes, egy ilyen eszmei gondolat, hogy a pénznek az értékét, ez most már minden közgazdász a kaszára kapára fog kapni, de igazából az emberi közös egyezmény adja. Az, hogy elfogadjuk és tudomásul vesszük, hogy az van, és elfogadjuk annak a létét. Tehát, hogyha mondjuk ma holnap nem fogja bekövetkezni, hogy a paradigmaváltás jönne, és egész Európában azt mondanák, hogy mától fogva nem veszünk tudomást a forintról. Mert a forint az hagyjuk innen a bús francba, akkor ez az egyezmény megszüntetné ezt a pénznemet, mert teljesen mindegy, hogy mit teszünk mögé, az emberek elfelejtik, úgy tesznek, mert ez nem létezne. Mondok egy másik példát erre. Ez egy nagyon, egy, számomra kedves könyvben volt egy nagyon aranyos példa, hogy a, a humanit, a, az emberjogi szervezet panaszt tett az ENSZ-nél, hogy Szíriában sérülnek az emberi jogok. Négy olyan dologról beszéltünk, ami nem létezik. Mert az jogi szerv az egy ember által kitalált közösség, az ENSZ, az ENS szintén az ember által van kitalálva, a szíriai határ megint egy egyezményes dolog, és az ottani emberi jogok is olyan dolog, amit az emberek találtak ki. Uh -huh. Tehát rengeteg dolog vesz minket körül a hétköznapokban is, aminek az értékét mi határoztuk meg. Annak a papírfecnének is, ami most egyébként többet ér, van olyan papírfecnél többet ér, mint mondjuk egy gram arany, ami régen ugye a váltó volt. Ez volt az a pont, ameddig a pénz, klasszikus értelemben úgy te. És ezt, ezt a mondani, innentől fordulnánk át a virtuális térre. Hát uh, itt, itt, itt tisztázunk néhány fogalmat. Tehát uh, a pénz maga az, uh, így is mondjam, kicsit másképpen értelmezed, mint ahogy közgazdasági értelemben értelmezik a pénzt. <coughs> Ezért volt a a tehát, uh, tehát Igazából maga a pénz, hogyha közgazdasági értelmet veszünk, akkor ez egy fizetési. Ez nagyon messzire nyúlik vissza. Megtörténtek olyanok, hogy betettek aranyat a bankba, ezáltal egy váltót fizetési ígéretet kaptak a banktól, mitem én elmentek hosszú kereskedési ut utakra, nem akarták magukkal vinni az aranyat. Meg volt a váltó, ez meg ez rakta be. A pénzintézetnek egy másik jójában bármikor kiveheti ennek az ellenért, Ez a pénz mai napig. Tehát jelen pillanatban teoretikusan kellene annyi aranytartaléknak lenni, amennyi, uh, amennyi forgalomban lévő pénz van. Már most ez jelen pillanatban nem, nem valósul meg. <laughs> ez a nagyon nagy rákfenéje ennek az egész, uh, egész mai uh, pénzpiacnak, az egész mai uh, pénz, pénzvilágnak, és uh, erre adhat esetleg megold. A, a, a kriptovilág a, és a decentralizáció. Azért mondtam ezt a, ezt a fajta oldalt, hogy kicsit megvilágításba kerüljön magáról a pénzről alkotott fogalmunk is több síkon értelmezhető. És ez fontos, hogy <coughs> ezen a vonalon kezdjük el szerintem megközelíteni ezt a témát, hogy ne azt nézzük, hogy a, amit én is elkövettem hibát, hogyha levágom a két kötek 20 ezerest az asztalra, az mitől ér mondjuk kevesebbet, mint hogyha te annak az ellenértékét mondjuk kriptovalutában számolnád meg. És hogy, hogy muszáj lesz ahhoz, hogy érzésem szerint muszáj lesz ennek az egésznek az értelmezéséhez kitérni arról a tengerről, hogy a pénzhez a papír, meg az érmetársul, meg a banktársul, meg a, az emberköl kis, kis napellenzővel a kis homlokán, meg az ilyenek, hanem hogy a pénz, hogyha megint csak a gondolkodás túljut ezen, akkor létre tud hozni egy olyan közeget, ami túlmutat a mostani monetáris rendszereknek a, a felépítését. Igen, eszébe. Az... Próbálok egyiket ilyen veretes fogalmazással élni. Jó, Jól csinálod, jól csinálod. Uh, akkor ugorjunk bele, és uh, sok, sok kérdésem lesz, mert én sem értem. Tehát aki most úgy gondolja, hogy itt most előadást fogunk tar tartani uh, nektek arról, hogy értsétek, amit mi már értünk, tehát ne, ne legyenek illúzióitok, tehát én pont olyan sötét területen mozgok a kriptóval, hát még az LFT-vel, de azért már beszélgettünk egy-két nagyon érdekes példák lesznek itt. Kezdjük kicsit veletek. Alapvetően a Kripto Akadémia az mit csinál? A kik vagytok ti végül, végül, végül? A Kripto Akadémia az igazából Magyarország egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb kriptoközössége. Ugye mi rendelkezünk egy úgynevezett online újsággal, egy online felülettel, ahol a kriptavilág híreit osztjuk meg napi szinten. Ezt, ezt már jó pár éve űzzük, és tavaly október környékén a, a cégbe felmerült a gondolat, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen e csapat mintájára egy olyasmi szervezetet tervezetet hoznának létre, aki kifejezetten a blokkláncon, a kriptovilágban kialakuló játékokra összpontosulna. Megszületett a Crypto Academia Gaming, aminek jelenleg ugye a team menedzsere vagyok, és ö, ebben a szervezetben mi ilyen, ilyen játékokkal foglalkozunk, erre toborzunk játékosokat, és ö, velük játszuk ezeket a játékokat, amelyek sokszor, majd erre is kitérünk, hogy ennek milyen anyagi vonzata van egy, -egy ilyen játéknak sokszor, Mindenki. de hogy a játékban elég jó kis keresetre lehet szert tenni, és a játékosokkal közösen fedezzük fel ezt a világot, és próbálunk belőle profitálni. Ezt mondtad, hogy a kriptó kapcsán kerestek ilyen játékokat, meg játékosokat, meg csapatokat. Miben a más kriptó alapú esportban gondolkodni, mint mondjuk hogy hagyományos értelemben. Fú, már most boomernek érzem magam ezzel az egészszer, de hagyományos értelemben vett e támogatni csapatot támogatni ugyanez a szám. Hát igazából magában a, a kriptovilágban én még nem beszélnék uh, tradicionális esportról. vannak rá, vannak rá irányultságok. a majd... League of Legends, meg az ilyenekre gondoltam. Igen, tradíciós... igen úgy, úgy, gondolom, hogy ilyen azokhoz az esport képest, amik tradicionális értelemben vett esport például gondolok itt, ha a stb. Olyan szinten még nincsen ez az egész kriptovilág. Vannak kifejezetten erre szakosodott úgynevezett gildek. A kriptovilágban az ilyen szervezeteket általában gildeknek hívni, mint régi játékban szerveződtek mm -hmm. gildek. Csak ez a modernebb verziója, rendes organization a stb. Meg vannak a beosztások, meg vannak a vezetők, meg vannak a játékosok. Egész szervezetek épülnek fölre. És jelen pillanatban kezdünk a felé menni, hogy legyen egy ilyen e-sportos vonatkozása ennek az egésznek. Egyre több verseny van szervezve, egyre inkább olyanok a játékok, hogy egyenlő feltételekkel tudnak elindulni a játékosok egy-egy játékban, ami ugye az e-sportnak az egyik kifejezett feltétele, hogy azért sport, mert a tudást akarjuk egymással összevetni, és azért e, mert ez a virtuális térben tört. És Egyre inkább, egyre inkább, mint ahogy a hagyományos sportokban is, egyenlő feltételekre van. Ö... Hoppá, igen. Na az én az én, a noise suppression, amit rátettünk, az uh -huh. lehet, hogy nem volt egy jó ötlet, az én, én mondataim kicsit megakadnak. és technikai uh, szünet. Uh -huh. De... Mindjárt meglátjuk. Már meg is Esetleg így. Reméljük, hogy ez így, ez így <coughs> működni fog. Tehát az a lényeg, hogy ahogy a hagyományos értelembe vett sportoknál is egymás tudását kell összevetni, és semmiféle kiváltság vagy, vagy előnyre nem tehet szert a két fél vagy több fél egymással szemben. Ez, ez egyre inkább megvalósulni látszik a kriptojátékokban is, és ezáltal kezd eltolódni. Esport Ready -way. ez az egész széna, egyre több verseny van, egyre több organizációja létre, aki ezzel foglalkozik, és egyre több emberhez kezd eljutni ez az egész, egész széna. Milyen mértékben kell ezt elképzelni, mert erre a Crypto Gamingről én például... Mikor volt a Brand Festival? Két hete? hónapja szerintem inkább. Egy hónapja, ott találkoztunk egyébként először. És amikor mondtad, hogy ez a kriptogaming, ez működik, akkor nekem ez annyira az újdonság erejével hatott, hogy én úgy, úgy képzeltem el ezt elményt mondjuk egy zenei underground mozgalmat, ami így nagyjából a projektek szintjén működik. Ezt, lépték. ezt jól, jól képzelted el szerintem. Hát, ahhoz képest viszont nagyon durva dolgokat mondtál, hogy milyen Tehát, léptékben öm, zajlik. Tehát ugye kicsit ugye a timeline-ot akkor így, így elmondom, hogy igazából magukat, a kriptojátékokat igazából az Exi Infinity-ig szoktuk általában visszavezetni. Ami meglepő módon már négy éve a piacon van ez a játék, hogyha teljesen tesztfázistól vesszük. Ez egy olyan játék volt, hogy embereknek volt három darab kis ilyen szörnyecskéje, és ezzel egy v egy betölbe mentek, mindenki három szörnyel, a másik három szörny ellen, körökre volt osztva, szereztél energiát abból kártyákat kellett kijátszani, a kártyáknak voltak bizonyos tulajdonsága és x mennyiségű dimidzset rá tudtál tolni az ellenfeledre, az vissza tudta healeni, le tudta blokkolni, különböző ö, kasztú, ilyen kis szörnyecskék nagyobbat ütöttek más kasztokra, és akkor ez nagyon jól ment, és senki, senki nem, nem ö, semmit nem, nem ö, akart vele kezdetbe csinálni, egy nagyon jó kis játék <laughs> volt, vagy a is egy hasonló dolog volt, ö, ez a mai napig él például a, az X Infinity, majd arról egy több szót ejtünk, hogy miért nem annyira népszerű már manapság. Mm, bizonyos helyeken. Vannak a helyek, ahol nagyon népszerű, de majd erre is még kitérek. És akkor ezután elkezdtük végigjárni a, a számítógépes játékoknak a timeline-ját. Tehát úgy képzeld el, hogy a régi Bomberman játéknak volt egy victim megfelelője, szóval. utána ezt átvitték egy, egy űrhajós verzióba, átvitték egy, nem tudom, egy ilyen kis animés verzióba, és ezt próbálták másolni, viszont ezek úgy néztek ki, hogy ezek általában ilyen voltak, de nem ez a hagyományos értelme volt autobattler, hogy körönként leteszel valamit, hanem megnyomta egy gombot, és ment a játék egy AI segítségével, mm -hmm. tudta, hogy mit kell csinálnia. És például ez a Bomb Crypto volt, ez a Bombermannek a, a a megfelelője. Ez úgy működött, hogy mi ezt a, a csapaton belül csak click to earn játékoknak neveztük, mert konkrétan annyi volt a feladatod, hogy elindítod a játékot, és futtatod a gépeden. És nyomtatta a pénzt. De várjunk már, oké, kicsit ugrottunk. Hogy, hogy néz ez ki? Tehát hogy... te, te, ez úgy nézett ki például a Bomb Kriptó, hogy a Binance-nek van egy lánca, a BSC lánc és erre a láncra megírták ezt a játékot. Különböző Igen. okos szerződéseket ö, ráírtak a, a láncra, ö, megcsinálták ezt az egészet, és azt tudtad csinálni, hogy akkoriban, ö, nem tudom, amikor én például tavaly októberben elkezdtem játszani ezzel a játékkal, akkor ö, kettő dolláron volt a tokennek az árfolyama, tehát a játék saját pénznemének az árfolyama kettő dollárom volt. Ez olyasmi, mintha egy rendes játékban mondjuk a fizetőeszközt vásárolna. fizetőeszközt vásárolna, viszont itt ugye ahhoz, hogy tudjál játszani, a karakteredet meg kellett venned. Tehát a karaktert is meg kell venni eleve. Tehát fogtad a pénzedet, nem Igen. tudom, fogtál kettő dollárt, megvetted mondjuk Binance-en, ami egy de ezt te kiutaltad ebbe a játékba, a játékon belül megvetted, amit akartál, 10 dollár volt egy darab ilyen lootbox-szerűség, egy ilyen mystery box volt, voltak mystery esélyek box, voltak esélyek arra, hogy milyen uh, ritkaságú hős nyitsz. Nagyobb ritkaságú hősök, gyorsabban pusztították a ládákat a pályán, több életük volt, ez az amaz, és 10 koinért, 10 tokenért meg tudtad venni ezt a, ezt a mystery boxot. Ami Igen. átszámolva kb. 20 dollár volt egy darab hős és ez a, játék, ilyen konkrétan, amit írnak a cseten, hogy ez egy gamblingnek nézett ki, de ugye más játékokban is, például Diablo Immortal, ugyanúgy a lootboxoknak van egy bizonyos rátájuk, amiben dobhatnak dolgokat, ez hasonlóképpen ugyanaz volt. Te, hát hogy amikor 20 dollárért megvettél egy karaktert, és ebben a kripto alapú bombermenben ez magától ment, és csak a ott igen, tehát ez volt így az első stage, és erre rengeteg kopi kialakult, és olyan szinten tudta ez printelni a pénzt, hogy nem tudom, nem akarok igzak számokat mondani, de úgy a befektetett pénzemet meg 8-10 szereztem három hónap alatt kb. ebben a játékban. És ez azért, mert sokan költöttek erre a, Most maradjunk, Abusán, erre, erre a 20 dolláros karakterre. Viszem tovább, hogy, ja, hogy, hogy ez az egész. Tehát ez az egész séma, ez egy ponzi séma volt. Hogyha tényleg ki kell mondani, ez egy, ez egy piramis játék volt. Akik az elején láttak fantáziát ebbe az egészbe, beszálltak, játszottak vele, most már amúgy, ma, manap, még mai napig megy ez a játék, sokkal alacsonyabb a tokennek az árfolyama, de most már rendesen PvP van benne egymás ellen, kell menni lerakosgatni a bombákat, meg ilyenek. Tehát elmegy ez is abba az irányba, hogy használható legyen ö, mindennapi játékra, de régebben még ez volt a, a terv, hogy akkor money printereket hozunk létre. És ö, ezután elkezdtek inkább olyan játékokat kialakítani, ahol valamit tenned is kell azért, hogy te keressél ezzel pénzt. Milyen érdekes. És euh, akkor úgy átkezdtünk pártolni a, a például a Gala games a játékaira, akik, euh, akik, többféle játékot is fejlesztenek, például az egyik zászlós a Town Star, amiről beszéltünk is, ez inkább egy ilyen városépítgetős játék, ami úgy néz ki, hogy... Ezekre majd keresgessetek rá egyébként érdemes. Ami úgy néz ki, hogy, hogy, hogy van egy 16x16-os pályád, mint a Farmville-be annó. Konkrétan egy Farmville copy ö, kripto térben, és ezen van dollár mennyiséged az accounton, amiből tudsz épületeket építeni, azok megtermelnek lisztet, cukrot, sót, ebből tudsz csinálni kenyereket, azt el tudod adni, benzint kell csinálnod, hogy eladhassa, tehát elég komplex, és ö, ennél is volt egy ilyen ö, úgynevezett economy, tokenomics ö, verzió, és uh, ennek az ekoszisztémája megint csak nem, nem működött. Mert itt ugye az volt az ekoszisztéma, hogy te rendelkezel egy nft vel azt lerakod a játékba, meg kell csinálnod bizonyos küldetéseket, és ezért te naponta, uh, naponta uh, kaptál... X mennyiségű tokent. Na már most a fejlesztők arra számítottak, hogy a játékosok arra fogják ezt a tokent költeni, hogy újabb összeteket vásárolnak, és ebből tudják magukat fejleszteni, és egyre jobbak lesznek a játékban. Logikus. Ez uh, így nem valósult meg egyáltalán, uh, és uh, és. Uh, ezt most például olyan négy hónapja azt is csinálták, hogy így teljes mértékben befüggesztették a, a, tokenek kiadását, tehát most nem lehet napi szinten pénzt keresni ebből a játékból, mert azt mondták, hogy tudjuk, hogy elrontottuk, szeretnénk változtatni, nem adjuk fel, ki a, kitalálunk valamit, ami majd működni fog. Most várunk arra, hogy ezt, ezt megcsinálják, és emellett ugye most már kezdenek megjelenni olyan játékok, amik, amik úgy működnek, hogy tényleg effektíve játszani kell velük például a Spider Tanks amiről majd még később mm -hmm. szót ejtünk részletesebben is ami egy 3v3 team brawler játék rendesen ilyen 3-4 perces meccsek vannak benne vannak tankjaid azzal, azzal le kell lövöldözni az ellenfelet killeket kell szerezni van capture the flag benne van mindenféle játékmód és ezzel effektíve is játszani lehet és emellett jönnek olyan role playing játékok is, mint például majd a Star Atlas, ami, ami, ami már annyira komplex, hogy amúgy nem is látom át teljesen, hogy, 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 hogy mi, mi, mit kell majd benne csinálni. Tehát konkrétan úgy kell elképzelni, hogy van egy rakományod, amit egy űrhajóval kell egyik bolygóról a másikra átvenned, de ezt nem úgy képzeld el, hogy akkor nem egy-egy ilyen küldetés 30 perces, hanem ilyen több napon keresztül. És ezt mondták is a fejlesztők, hogy csak úgy vágjon bele majd valaki, ha van egy 30 fős krúja, akiket így együtt összeszedsz, összeszed, és akkor meg van beszélve, hogy jó figyelj, én akkor most 8 órán keresztül őrzem a rakományt, nehogy jöjjenek az űrkalózók. Most ez a 30 fős krú, ez 30 fős ember. 30 ember. 30 ember. 30 ember. Tehát kifejezetten ilyen csapatokra uh, uh, csinálják. Amúgy kérdés a chaten, hogy ezek mobil gémeke, uh, Nem, ezek uh, számítógépes uh, gémek. Viszont nem mindegyik ilyen kliens alapú. Nem mindegyik kliens alapú, de most már a legtöbb, legtöbb az kliens alapú szokott lenni. Üm, és akkor például ebben a Star Atlasban van egy kampány, 30 óra a kampány, és akkor ezt úgy kell végtolnod, hogy van egy drivered, aki vezeti mondjuk a hajót, ő vezeti a hajót effektíve 30 órán keresztül, vannak ágyúsaid, akik védik a hajót a, a, lövegekkel, vannak a hajón dolgozók, és akkor ezt, ezt menedzselned kell. Van egy captain, aki ezt az egészet összefogja, és ez, és ez így működik például. ilyesmi játékokat csinálnak. Vagy Mi például a, 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 Gala Games fogja megcsinálni a Mirandus nevezetű játékot, amiről szintén beszéltünk is a, a, Brand Festivalon, hogy az, az, meg, az meg egy ilyen medieval roleplaying játék lesz hogy konkrétan ki tudsz tanulni szakmát, és onnantól kezdve csinálod azt a szakmát a játékban, ha te egy kovács vagy, akkor te kovács vagy. És hogyha te azt mondod a játék ekonomián belül, összefogsz a többi kovácsot, hogy mi felverjük a kardok árát, akkor ti fel tudjátok verni a kardok árát, és az emberek többet fognak nektek fizetni. Ha ti azt mondjátok, hogy kevés a kard ára, akkor strájkolunk akkor leáll az egész ekonomia, konkrétan a játéknak, mert a kovácsok éppen sztrájkolnak, mert több pénzt akarnak a kardokért. De ez nem a metaverzumnak egy ilyen kapudrogja, amiről beszélünk? Hogy... Nem kifejezetten, mert öm, azt is lehet mondani, hogy ez egy ilyen metaverzum felé való nyitás, mert az is valamilyen szinten, csak hogy ilyen szintű komplexitást akarnak belevinni ezekbe a játékokba, azért értem ki ennyire erre, erre, erre a részre. Csak mondanám, hogy egyébként idén az volt a problémánk az egyik legnagyobb, hogy a Saints Row az hogy néz ki, meg ilyenek máshol, meg egyébként ilyen játékok készülnek. A, a kripto alapú játékoknál, amikről most beszéltem, mondtad, hogy ti többet is felkaroltatok és, és csapatokat e, menedzseltek. Ezeknek a csapatoknak e, gondolom vannak sikertörténeteik, akár hazai, akár külföldi. Csak beszéljünk egy kicsit a léptékről, mert ez még mindig simán tűnhet garázsprojektnek és egy ilyen mini nekivágásnak, de körülbelül hogy néz ez ki a mindennapokban? Jó, akkor itt, itt igazából, hogyha ö, csapatok eredményeiről kell beszélni, akkor inkább ilyen versenyeredményekre gondolok most. Ez például úgy néz ki, hogy két játékban tudok erről egy ilyen ö, fejlődés görbéről beszélni. Például a Gods Chain, ami egy ö, kártyajáték, hasonló, mint a Magic, vagy a, vagy a Hearthstone, hasonló játék, csak annyiban különbözik, hogy minden lap egy nft és ebből tudsz összeállítani magadnak egy paklit. Egy átlagos kezdő pakli már ilyen 40 dollárból összerakható, és azzal tudsz ö, napi szinten ö, bevételt szerezni. Bocs, ezeket a, ezt a paklit meg kell venned, miatt egyáltalán nekiállsz Nem, szem? nem. Kapsz ingyenes kártyákat, amik nem NFT-k, csak kliensben hmm. ö, kártyák. Meg ö, hogyha elkezdesz teljesen free-to-play játszani, még úgy is fel tudod magadat húzni, mert ö, vannak ilyen eventek folyamatosan, amivel NFT kártyapaklikat Ö, tudsz, tudsz, uh -huh. ö, tudsz szerezni. Na már most például ebben a játékban, amikor elkezdtünk vele játszani, február környékén, az úgy nézett ki, hogy ö, körülbelül három hetente szerveztek egy versenyt, aminek a díjazása körülbelül egy ilyen 150 dollár volt. Ez volt februárban. Most ott tartunk, és akkor körülbelül egy ilyen átlagosan ezeken a versenyeken 300-400 ember vett részt. Most ott tartunk, hogy három naponta van verseny, versenyenként kb. 1500-2000 dolláros özdíjazás, és úgy képzeld el ezeket, hogy 512 főben van limitálva a, a a játékos számok indulhat egy ilyen verseny, és azt szokták mostanában néha csinálni, hogy ez az 512 és akkor indítanak arra a napra még egy verseny. És az is megtelik. Tehát volt már erre példa, hogy ennyien jelentkeznek egy-egy versenyre, és most már, most már tényleg ott tartunk, hogy uh, egyre több ilyen befektető beáll ezek mögé, a játékok mögé, és próbálják mainstream-é tenni, és mindent megtesznek. Azért például a Gázaintsei nevű játék uh, partnershipet kötött a gamestop -pal. Uh -huh. Ami Amerikának az a, egyik bolthálózat. A bolthálózat. Bolt És GameStop-nak a webshopjába integrálnak pár hónapon belül egy ilyen NFT marketplace-t. Annyi lesz, hogy a eladásokból nem tudom valami nulla egész 0,1 százalék profitot kap a, a, GameStop, vagy valami hasonló, hát, azért, mert az, ő, mert az ő, felületükön van, van, történnek az eladások és, és például ilyen nagyobb cégek kezdenek beleállni ebbe az egész szénába, és implementálni ezt a technológiát saját maguknál is. Tehát a, a God's ezt tudjuk, ezt tudjuk így felmutatni, a, a, Spider Tanks, az pedig annak meg egy olyan története van, hogy ez körülbelül januárban indult az egész játék, még mindig nem adták ki, most ö, október 31-én lesz a, az official launch. És már a beta alatt, meg az alfa alatt ö, versenyeket szerveztek különböző ilyen organizációk. Csak ilyen, ö, tehát community szervezési versenyek voltak. Az első versenyek még úgy néztek ki, hogy elindultál, minél több meccset le kellett játsznod, és ahány vined volt, annyi ilyen idézőes kaptál, és volt egy prize pool, amiből kihúztak, nem tudom, három csapatot, akik nyertek, uh, nyertek prize-t. Mm. Tehát akkor is, ha mondjuk nem te voltál a legjobban teljesítő csapat, akkor is tudtál nyerni, végül is, hogyha szerencséd volt. Aha. Ebből a verzióból eljutottunk oda, hogy már maga a, maga a, a játékfejlesztője szervezett uh, versenyt, ez például júniusban volt, miután visszajöttünk Dubajból, Uh, júniusban volt, szerveztek egy olyan versenyt, hogy mi szervezzük, oda tettek, nem tudom, 300 vagy 400 ezer dollár uh, price pool és akkor azt mondták, hogy, hogy az esport jegyében, hogyha neked van egy olyan tankod, ami legendary uh, ritkaságú, és ez sokkal jobban teljesít egy, egy szemben, szétválasztották, hogy a legendary tank tulajdonosok indulnak egy külön kupában, a kamönök egy külön kupában, a rérek egy külön kupában, és ezáltal megosztották a, az, hogy fair legyen az egész. Tehát ne az legyen, hogy én van mondjuk egy, egy, -egy legendary tank összet fel, belekerül, nem tudom, 2000 dollárba, én nekem van pénzem is, át tudom költeni ezt a 2000 dollárt, meg szeretem a játékot, de mondjuk egy common tank ö, felszetapolása felszetapolás meg belekerül 15 dollárba, kettő nem összeegyeztethető, mert sokkal nagyobb előnyt tudsz kovácsolni abból, hogyha egy ritkább, drágább, erősebb összeted van és ezért szétválasztották. Nem tud, egyszerűen nem, nem, tudtak játszani a, a ritkábbak, a, a, kevésbé ritkákkal, és ilyen kisebb turnamenteket csináltak, és erre rátettek valami 300 ezer dollárt ezt Jó, hát ebben az egy esetben mondjuk lehet rétegelni, hogy megveszel mondjuk egy, egy legendary tankot, és akkor a legendary tankosokkal leszel összeeresztve, de egyébként ez a, hogy megveszed az erősebb és hatékonyabb fegyvereket és egységeket egy játékhoz, Azért ez, ez nem is, hogy a p illik, hanem ez már egy lépéssel tovább van, tehát ez már azért az üzemszerű használata a p 2 nek Lehetne ezt mondani, viszont a Spider Tanks például ez alól olyan szempontból kivétel, hogy a tankok ritkaságát pont emiatt, hogy ne legyen az, hogyha valaki sok pénzt költ a játékra, akkor sokkal jobban tud teljesíteni, ezt olyan szempontból kivették, hogy a tankoknak vannak szintjeik, amiket te tudsz fejleszteni. És mondjuk egy level 30-as, az a maximum szint, common tank, a legalacsonyabb ritkaságú tank, az nagyon kevésben tér el mondjuk a legmagasabb ritkaságú tanknak a legmagasabb szintjétől. Tehát a szintek közötti lépcsőt úgy alakították ki, hogy kb. egy szintre jöjjön ki a végső szint. Az, hogy minél ritkább a tank, az csak annyiban befolyásolja, hogy van nekik egy, egy modelljük. Erre akartam kitérni, hogy az, hogy ponzi a piramis játék hova kezd el fejlődni, most egy olyan pont a pár napja raktunk ki a Youtube csatornánkra egy egy ö, ö, ezt még, ne, ezt még nem, ez majd mindjárt de? pont pár napja raktunk ki a Youtube csatornára a vezetőfejlesztővel egy, egy interjút a Gala games től mm. és ő azt mondta, hogy az az, az, az ekonomi terv október 31-ére hogy van egy X mennyiségű játékos, akiknek kvázi ezekből a tokenekből, amit megszereznek, költeniük kell a tankjaikra, hogy fejleszik őket, ripereljék őket. Tehát úgy kell elképzelni, mint hogyha játékban megkeresett pénz, ami amúgy valós pénzért is, ala valós is alakítható, de ha játszani akarsz a játékkal, akkor igazából ezt valamennyit el kell belőle költened. Fejlesztesz, ezt, ezt azt csinálsz. Viszont ők azt csinálják, nem azt mondják, hogy itt van, nem tudom, 30 ezer dollár naponta, amit kiosztunk a játékosok között, hanem úgy csinálják most meg a modellt, hogy ösztönözzék az embereket arra, hogy fenntartsák az ekoszisztémát, hogy ami el van költve tankokra, az vissza visszamegy a price poolba. És semmi több. Aha. Csak ami el van költve a tankokra, azt osztják vissza a játékosoknak folyamatosan. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy mondhatod hogy ez a 400 ezer forintos pool, amit, vagy egy price, amit végül is be tudnak húzni a győztesek? Dollár. A dollár, dollár. Ezt akartam arra kérdezni, hogy ez dollárban van, vagy ez kriptó? Ez dollárban én, van. Dollárban, mert és ennek megfelelő kriptó. Mert ez, mert ez valahol megtorpedozza ezt az egész kriptózás oldalt, nem? Hogy kriptó alapon tudod megvenni az egységeket, de a kifizetés valójában dollárban van. Ez kicsit Ö... olyan, olyan, mintha úgy kriptóznál, csak fél lábbal kriptó. Nálam az nem. a dollár ez nem papír alapú, hanem kriptó. <laughs> az is. Ja, mert én, én, ha dollárban beszélek, akkor mondjuk BUSD-ben beszélek, ami, ami meg megint csak egy másik vonatkozás, amiről beszélhetnénk még az aranytartaléknál az elején, mm. hogy ez Például egy olyan olyan úgynevezett stable coin, egy stabil coin, ami meg van határozva, hogy egy BUSD az egy dollár, és uh -huh. van is mögötte egy dollár Aha. például. Tehát ez úgy van uh -huh. meghatározva, hogy van egy letét, x mennyiségű dollár, nem uh -huh. tudom, hmm. egy milliárd dollárt betettek, és az az egy milliárd dollár, egy millió token van forgalomban. Uh -huh. Mert csak annyi lehet belőle, amennyi a fedezete. Erről mindenképpen beszéljünk, amikor majd a kriptót kezdjük elemezni, hogy alapvetően ez hogyan működik, meg mi a, a, a fedezet mögöttem mi a biztosíték mögött, mert nagyjából szerintem hasonló alapokon fog felépülni az NFT is, csak akkor egyszerűen ez, ez a 400.000 USD, ez valójában 400.000 USD kriptóban. Igen. Le, lefektetve. Aha. Amit két kattintással rendes USD-re tudsz váltani. Oké, okay, akkor viszont szerintem most már egy fél órája beszélünk magáról a kripto alapú játékokról. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ö, nyisd fel a szememet arról, hogy mi ez a bitcoin meg ez a kriptó. Tehát én annyit tudok erről, hogy ez az, ami megfektette a végé a piacot egy évig. Hogy az emberek felvásárolták gyakorlatilag az összes ö, bányászásra alkalmas videókártyát, és emiatt nem jutottak hozzá az emberek, csak felvert áron ezekhez a hardverekhez mondjuk egy éven keresztül. Nagy Ez Voltak a gyártási problémák, meg minden, de... Ez hát, úgy... nem, nem verném az egészetre a pányászokra. Én de, de De van benne valami, amit mondasz. Hát hogy honnan induljunk Ádámtól és Évától? Azért nem külön a teremtéstörténet, de mondjuk, hogy valahol. Na, hát igazából maga a, a kriptovaluták, azok... Öm, Hogyha csak ilyen nagyon egyszerűsített értelemben akarunk beszélni, akkor nem mások, mint mondjuk uh, részvények például. Úgy kell hát őket a részvényeket, vagy, a, vagy, vagy csak simán a forintot, vagy az európárt. Ez úgy néz ki, hogy uh, például egy, egy részvénybe az árát mi adja magának a, a cégnek a fejlettsége, és emellett az embereknek a cégbe vetett, uh, cégbe vetett hite. Hogy úgy, úgy, úgy vegyük, bízom benne, hogy jól fog teljesíteni a cég. Milyen érdekes, hogy visszatér ez a cégbe vetett hit, meg a például a Na már most a kriptónál ez annyiban változik, hogy itt például a bitcoin mögött nincsen egy cég, nincs egy személy, nincs, egy, nincs egy, egy, egy kifejezett entitás, hanem ezt egy teljes, még a mai napig anonim ember, Satoshi Nakamoto 2003-ban megalkotta ezt az egész technológiát, ami a mai napig működteti a bitcoin láncot. És, és magának a kriptónak az értékét, például Warren Buffett szerint, a mögötte lévő blokklánc technológia adja. És az emberek belevetett hite, mint mondjuk bármelyik más, tehát a pénznek is az emberek belevetett hite adja már mai napig az értékét, mert aranytartalék nincs mögötte. Attól függ, hogy egy pénz mennyit ér, hogy mennyit adnak érte. Ez mm -hmm. pedig az emberek és a piac befolyásolja. Na már most jelenleg ugye beszélünk arról, hogy vannak kriptovaluták, de sokkal inkább fontos ebben a témában, hogy mi is az a blokklánc, és ez mire használható. Igen. És maga az érték ebben az, az a blokklánc. Ami, hogyha nagyon tágan akarom jellemezni, akkor mindenre is használható. Ez nagyon jó. Ennél kicsit pontosabban megpróbáljuk? <gül> <gül> Tehát képzeljük el először is a blokkláncot. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy nem nagyon tudod megérteni, hogy miért blokk és miért lánc. Mi ebben a blokk és mi a lánc? Ö, a blokk az egy információ köteg, ha úgy vesszük. Uh -huh. egy úgy, kell, úgy kell elképzelni, mint egy, mint egy pénzügyi főkönyvet, ami az néz ki, hogy minden egyes tranzakció fel van ebben vezetve, és visszakereshető a főkönyvben, hogy bizonyos cégekkel milyen milyen tranzakciók történtek, ez az a. Ez masz. a tartozik követel oldal. Pontosan, Jó igen. Na most ez a kriptonál úgy néz ki, hogy van egy küldő és van egy fogadó. Uh -huh. Ez eddig világos? Ennek van egy uh, küldési időpontja, meg egy tranzakciós id ja Ez, most hirtelen nem tudom megmondani, hogy egy blokkban pontosan hány tranzakció van, de ezek a tranzakciók blokkonként fel vannak írva rögzítve vannak a blokkláncon. Egy blokk első sora, az első tranzakció benne, az az előző blokknak az utolsó tranzakciója, a Igen. kettő együtt garantálja azt, hogy a két blokk össze van kapcsolva, és amikor egy blokk megtelik, idézőjeben megtelik, most nem tudom ezt jobban fogalmazni, Mert akkor elkezd készülni a következő blokk. És a láncot az adja, hogy a blokkok úgy vannak összekötve, hogy összeköthető a két utolsó, az utolsó és az első tranzakció által össze vannak kötve. És az összes összes eddig valaha történt bitcoin tranzakció visszakövethető. Ez így ennyire kivonatolva egyébként. Én részben játszom is a hülyét, meg részben tényleg egyébként így egy ezért nagyrészt ezt egy banki kivonat is tudja egyébként hozni, látod, hogy honnan ment egy a pénz banki kivonatba? egy ügyesebb hacker bármikor belenyúl. Ez most hány mm. éve van? 20 év alatt még ebben nem nagyon sikerült belenyúlni a senkinek, meg voltak rápróbálkozások. Mm -hmm. A titkosítása az abból áll, hogy világszerte sok százmillió, hát nem 100 millió, de több millió ö, bányászrig Üzemel folyamatosan, és ezek egy olyan hálózatot hoznak létre, amelyek tárolják ezt a, ezt a blokkláncot. És ahhoz, hogy belenyúljál, mindez egy millió gépen bele kellene nyúlnod, amit tehát, nem fogsz tudni kivitelezni. Tehát ezek az emberek, akik bányásznak. Igen. Ők gyakorlatilag ennek a blokkláncnak a biztonságát Ők az üzemeltetői. Tehát a bányászok azt csinálják, hogy bejön egy tranzakció, és ezt a tranzakciót ugye egy nagy teljesítményű számítógéppel, vagy erre alkalmas bányászgéppel, ami kvázi egy számítógép, csak nem hagyományos értelemben használt számítógép, ezt, ezt ők úgy üzemeltetik, hogy egy tranzakciót ők felkönyvelnek ebbe a rendszerbe, ebbe a felhőbe kvázi felkönyveik ezt a tranzakciót, és ezek a tranzakciók egymás után jönnek, amikor készül egy blokk, akkor arra a blokkra megadott rewardot pedig kiosztanak a bányászok között. Ez milyen? Ezt hogy kell elképzelni, ezt a rewardot? Ezt úgy kell elképzelni, ezt a rewardot, hogy meg van adva, hogy 22 millió bitcoin lehet összesen, se több, se kevesebb. Ez most egy kapott dolog, vagy ez itt konkrét? Ez a vége, ez ah. a vége. Tehát úgy van megírva a blokklánc technológiája, hogy 20, 22 vagy 23 millió, most nem emlékszem pontosan, ez az összes, ami valaha lehetséges. Utána nem lehet többet kibányászni. Jelenleg valahogy a, a felétől egy kicsit utána vagyunk már a kitermelt mennyiségnek, és uh, minden vannak ilyen ciklusok, amit most nem tudok megmondani, hogy milyen hosszúak, vagy hány blokkból állnak ezek a ciklusok, de ezek ezeknek a ciklusoknak a végén a, a kiosztott reward, tehát ebből a bitcoin mennyiségből, amit, uh, amit ők megcsinálnak, uh, kiosztásra kerül a, 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 bányászok között. Ez a reward. És ez bizonyos ciklusonként feleződik ez a reward folyamatosan. Most kb. a felénél tartunk, nem tudom, hogy most mennyi a reward éppen, de hogy, de hogy ez, ez így működik, hogy megvan adva egy mennyiség, coin mennyiség, ami valaha lehet, nem lehet ennél több, véges, véges a a mennyisége. És ez, adja, ez adja meg az értékét. Ez adja meg majd az értékét akkor, uh -huh. most is megadja az értékét, hogy valamikor ez egy véges, limitált darabszámú uh -huh. dolog lesz, és, és ez van szétoszva a bányászok között, és ez effektíve a bányászás, hogy egy nagy teljesítményű számítógéppel üzemelteted ezt a hálózatot amiről te bármikor lecsatlakozhatsz, mert rajtad kívül, ha te vagy a 1 millió modik felhasználó, ez egy 1 millió modik bányász, akkor rajtad kívül 999.999 999 még mindig üzemelteti a hálózatot és működik, de, de attól, hogy most egy bányász kilép, attól még nem fog összeomlani. Az összes többi továbbra is tárolja az adatokat, továbbra is fenntartja a hálózatot, és ezért uh, kvázi lehetetlen belenyúlni ebbe, mert ennyi gépet egyszerre nem tudnak. Meg Világos, tehát akkor alap, alapvetően van egy de, decentralizált alapon működő biztonsági hálózatunk, a, ami, ami ez a blokklánc. Igen. Emögött van egy elmélet, hogy az utolsó sor, meg az utána következő cellának az első sorral összekapcsolódik. Igen. És így, így alkotnak egy láncot. Oké, okay, fasz, ezt a magam szintjén tudom értelmezni. Hogy, 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 te, hogy kerül emögé érték a bitcoin képében? mert ez egy tök jó titkosítási forma, vagy egy nem is algoritmus, de egy, egy megoldás. De hogy lesz ennek pénzügyi értéke? Hát ugye annó, nem tudom, ismered -e azt a sztorit, hogy volt egy magyar srác New Yorkba, aki redditen kérte meg a többieket, hogy hozzanak már neki pizzát, mert nagyon éhes, de pénze az nincsen, 22 ezer bitcoin tud érte fizetni két dominós pizzáért 22 ezer bitcoin kifizetett ez, a, ez az úri ember, akkoriban nem volt értéke, mert az emberek nem látták a lehetőséget ebben az egész blokklánc technológiában. Manapság az értéke az abban van, mint mondjuk egy, itt mögötted van egy, egy legó figura. Ez egy, gondolom, egy gyűjtői darab, kevés van belőle, gondolom limitált darabszáma van, oh. és ezáltal van egy értéke. A bitcoin ezzel szemben egy limitált dolog, van mögötte egy technológia, és uh, vannak mögötte emberek, akik kvázi uh, működtetik ezt a hálózatot. Van egy energiafelhasználás, ami pénzbe került, tehát ezt valamilyen módon rewardolja a rendszer. Uh, van ugye maga a hardveres háttér, mert ehhez elég jó gépek kellenek, azt is a bányászoknak rewardolni kell, és ezt maga a community azzal, hogy ezt a hálózatot használja, ezzel, ezzel uh, hogy, hogy, nem, nem tudom tök jó kifejezni, Te, nyelvem hegyén van, hogy hogy kéne elmondani, Ilyen, de körülmény. remélem, hogy átmegy valamennyire, hogy mire gondolok. Nagyon figyelem. Maga a mögöttes munka van rivordolva egy pénzügyi megbecsüléssel igazából, ha úgy vesszük, hogy értéket ad az egész uh, hálózat ennek a, ennek a például. Vagy nem, nem, tudom, hogy jól mondom -e, de, de valami hasonló. Tehát gyakorlatilag ezt a bányásztást tekinti az aranytartalékának, a, vagy az aranyfedezetének a bitcoinnak? Vagy hogyan? Mondtam, hogy én elő fogom adni a hülyét, én ez nekem nem egy új szerepkör. Hát olyan, no, igazából kvázi, igen, a, a bányászok az arany a Bitcoinnek, hogy működik a hálózat. Oké, okay, világos. Előáll a Bitcoin. Hogyan tudott ez kiterjedni olyan mértékűre, hogy már figyel rá a Wall Street? Tehát ez val, ezt vég, hogy végeredményben, oké, okay, van itt egy pár ember, egy pár nerd, aki elhiszi, hogy ez ugyanolyan értéket képvisel, mint az a pénz, amit eddig kézben fogott és vannak ezek az önjelölt forradalmárok, akik úgy gondolják, hogy most megreformálják a pénzpiacot. De hogy jutunk el addig a pontig, hogy ez a fajta hit létrehoz egy olyan fizetőeszközt, amivel felvásárol gyakorlatilag az Nvidia futószalagáról kikerülő videókártyákat gyakorlatilag abban a pillanatban még melegében? Hát erre szerintem nagyon sok közgazdász kereszi a választ, hogy uh, hogyan lett ez ennyire mainstream, az én válaszom az, hogy ez egy jó technológia, ami, ami, uh, ami használható lesz a jövőben decentralizált formában megreformálni a pénzügyeket. És ha úgy vesszük, semmi más nem tartja ezt az egészet egyben, mint a belevetett hit. De tényleg nem tudom megmagyarázni, hogy ez miért lett ennyire felkapott. Viszont ha esetleg még találkozunk, akkor addigra én ezt megfejtem neked valahogy. Erre nem tudok most látni. Csak, az, csak azért fura, mert ugye ti, ti ezzel foglalkoztak, és hát ti is azt mondjátok, hogy nagyon sok itt azért a fehér foltok akkor nem fura egyébként, hogy a videojátékiparnak egy ilyen nagyon markáns része, mint az e-sport, viszont gyakorlatilag kapásból ráúrik erre a témára, hogy foglalkozzunk a kriptóval, mert, ebbe, mert ebben iszonyatos potenciál van, miközben eddig ö, aránylag komolyan vett szakmák, mint a közgazdászok, meg a banki szektor is még próbál rájönni arra, hogy, hogy az Úristen befuthatott valami ekkorát. Hát itt igazából ö, pont, pont, ez az, amit, amit így ö, meg kell itt fogalmazni, hogy maga az egész kriptovilág, vagy például az NFT-k, nagyon sok hétköznapi problémára tudnak megoldást biztosítani. Ugye, ahogy mondtad, hogy ráugrik az egész gaming industriára, hogy, Absolut. hogy, akkor, hogy akkor vezessünk be NFT-ket a játékokba. Miért? Kérdezik a felhasználók. Miért lesz az jó nekem, hogy van egy NFT-m? Hát mondjuk miért jó az neked, hogy, hogy csak a kártya, maradjunk a Chain-nél és a kártyajátékoknál. Miért jó az neked, hogy Hearthstone-ba játszol, grindolsz évekig, ott vannak a lapjaid a, 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 az accountodon, de te már nem akarsz vele többet játszani, mit kezdesz azokkal a lapokkal? itt átmegyünk az NFT világra, amit eddig így képviseltünk, mert mi is annyit kaptunk a játékipartól, a AAA-tól, az NFT területen, hogy majd mi erre rámegyünk. Az NFT az jó lesz, és akkor felmerült a kérdés, hogy oké, okay, de, de értjük, hogy érteni véljük, mit jelent ez a non fungible token dolog, hogy ezek egyedi dolgok. De mitől lesz az jó nekem, hogyha a Call of Duty-ban mondjuk lesz egy egyedi Balázs imádni fogja, egy ilyen anime puskám, ilyen kis rózsaszín puskám, és azzal tudok a jövőben lövöldözni, oké, okay, ilyen nem csak nekem lesz. És ez nekem miért fasz? Ugyanúgy fizetek érte, mint ahogy fizettem eddig. Oké, okay, ez a fegyver csak az enyém lesz senki másé. De tényleg ez egy akkora megfejtés, ami miatt most örülni kéne, mint a majom a farkának. És itt jött be az, amit mondtál, hogy ez nem csak arról szól, hogy itt van nekem és lövöldözök azzal a puskával. Sőt, hanem, hanem például, az ugye az én analógiámhoz visszatérve, hogy ott vannak a Hearthstone lapjaid, az tudom, mit kezdesz vele, ha megunod a játékot? Vagy esetleg kinyitod ugyanazt a, ugyanazt a lapot háromszor, mit kezdesz, be tudod törni a Hearthstone-ba, ezt, ezt tudod csinálni, kapsz érte? Vagy nem tudom, játszottam vele utoljára körülbelül négy-öt hónapja azzal a játékkal, de, de be tudta törni akkor még ezeket a lapokat, és más lapokat tudták craftolni. Ezzel szemben... Például a God's unchained azt tudod csinálni, hogy ha kinyitom kétszer ugyanazt a lapot, nekem nincs rá szükségem, van erre egy Marketplace, ahol felrakom a lapomat, és, és akkor meg tudják venni mások, akiknek esetleg szüksége van rá. Ugyanez játékon belül is kinekkel. Én meguntam azt a skint, most mit csinálok egy lol skinnel, amit már meguntam? Ott porosodik az kantomon évekig, mire esetleg újra felhasználom. El tudom adni. Tovább tudom adni, mert én vagyok a birtokosa, én birtoklom az NFT-t, tehát onnantól kezdve, hogy én birtoklom, ezt áruba is bocsáthatom és ez egy nagyon jó lehetőséget adna a gémerek számára, hogy úgy tudjanak a játékokban esetleg pénzt költeni, hogy úgy tudjanak kozmetikeket vagy akármiket vásárolni a játékokban, hogy ne az legyen az alapkoncepció, hogy ha már nincs erre szükségem, akkor kidobtam a pénzt, hanem ha esetleg mondjuk alacsonyabb áron is, de mondjuk el tudnám adni azután, hogy én használtam valamit. Vagy esetleg felkapott lesz az a dolg, ami nálam van, és akkor ezt én úgy tudom eladni, hogy még akár keresek is rajta. És ez az, ami nagyon, nagyon furcsa nálam az NFT-piacnál, vagy az NFT-knél, hogy abból a koncepcióból, hogy egy virtuális térben dolgozó művészeknek akartak ezzel egy lehetőséget adni arra, hogy monetizálják a saját munkájukat, a majmoskén. Hát a majmos is akár, vagy vagy bármilyen virtuális artista, aki egy, egy mozgó 3D grafikát készít el, vagy akármit az NFT-ként piacra tudja dobni, és bárki meg tudja tőle vásárolni, és pénzt tud látni ebből például, hogy ez az egész, ez, hogy, ez nekem, nekem egy ilyen nagyon, nagyon kedves pont, hogy ez az egész, hogy egy ilyen idézőjes, kedves gesztus ezek felé az emberek felé, ki tudta magát olyannyira nőni, hogy már manapság vannak olyan nft amivel be tudok menni egy, egy koncertre például. Vagy a. Most csak én lassan kapcsolok, tehát gyakorlatilag, de, de ez mitől. az mitől NFT-vel megveszel egy koncertjegyet? Ez például úgy néz ki, hogy nem is tudom melyik, most nagyon sok artist csinálja, de szerintem már a, a Lady Gaga-nak is az egyik koncertjén ez volt, hogy a jegyeket meg tudtad vásárolni NFT formában. Ami azt jelentette, hogy ha te ezzel az NFT-vel rendelkeztél, ezt ha tudtad bizonyítani, hogy a tíj, akkor be tudtál menni a koncertre. Ez az első verzió. Hogyha megvolt neked ez az, az NFT, és mit tudom én, ilyen volt, akkor bementél, és használtad ezt a lounge-ot. Vagy kaptál egy ilyen fan, táskát, vagy, vagy bármi mörcsöt, vagy akármit azért, mert te birtokoltad ezt az NFT-t. Miért jó ez? Te a saját személyedhez hozzákötötted ezt a belépőt, te okay. tudsz belebelépni. Vagy igen. akár, ha nem akarsz elmenni a koncertre, tovább tudod adni, és ugyanúgy el tudod adni valakinek. A szervezőnek miért jó? Mert megalkotja ezt az NFT-t, amit nem tudnak hamisítani, tehát innentől kezdve fixen ö, azzal a jeggyel csak az fog tudni bemenni, aki megvette. A szervező oldalát értem, ez nem hamisítható, ugye ezt a blokklánc szavatolja, ha jól értem. Mm -hmm. Hogy ez így is marad. Az NFT-re ugyanúgy húzható a blokklánc, mint a bitcoin. Igen, természet. igen. De nekem, mint felhasználónak, nekem mondjuk miért érdekesebb mondjuk a VIP egy helyett, egy, a VIP egy NFT megfelelőjét megvennem? Én miért járok jobban ezzel az NFT-s megoldással, mint ezt a, a, a tiketet? Mondjuk ez az egyszerű jegyeknél nem egy jó, jó verzió, de mondjuk volt olyan, például Dennis Rodmannek van egy NFT-je, <coughs> Elnézést, neki van egy NFT, amit a barbershopjának a, a megnyitójára releaseltek. És ha valaki vette ebbe az NFT-be, ami jól tudom, 5000 darab volt belőle, akkor az azt jelenti, hogy ha te bemész a New Yorki barbershopba, akkor lifetime bármikor megcsinálják a hajadat, ha te birtokod ezt az NFT-t. Uh -huh. Ezt megint nem értem, mert ez például egy kuponnal is megoldható. például. Kuponnal is megoldható. Valóban a, nem hamisítható, ez megint csak ilyen csak nekem miért jó mondjuk az NFT-zés mondjuk egy kriptokörnyezetben, vagy egy virtuális környezetben. Mert van egy kuponod, mondjuk felhasználod a kupont, viszont ha megvan ez neked egy NFT-ben, tehát te rendelkezel Dennis Rodman NFT-vel, és te már úgy döntesz, hogy én soha többet nem akarok Dennis Rodman hajat magamnak, akkor ezt tovább tudod adni valakinek, és a te neked ezt a privilégiumodat, hogy te benne voltál ebbe az idézőjeles körben, hogy te be tudtál oda menni, és megcsinálták a hajadat bármikor, ingyen és bérmentve, ezt át tudod ruházni bárki másra. Amit mondjuk egy kuponnal nem biztos, hogy meg megtudnának ezt, olyan módon csinálni, hogy, hogy az áttekinthető legyen, és, és lekövethető legyen, hogy én adtam ezt neked, jó, akkor én amúgy ezt most csak így kölcsön adtam neked, és akkor kiátszható sokkal inkább a rendszer, mint hogy egy felhasználóhoz egy wallet tartozik, vagy akár több is tartozhat, de hogyha van, van egy walleted, aminek te ismered a privát kulcsát, akkor az több, mint valószínű 99,99%-ig, hogy az a te walleted, és te használod és onnantól kezdve a te személyedhez tudod hozzákötni, a saját birtok viszonyodhoz tudod hozzákötni ezt az NFT-t, és csak te fogod tudni használni, csak te rendelkezel fölötte. Míg, ha van nálad egy kupon, azt ha úgy vagyok vele, hogy jó, én most nem akarok hajat vágatni, de a haverom akar, akkor odadom a haveromnak, és akkor bemegy ő vele. Ez mondjuk a szervezőnek, vagy a, a kibocsátónak, ez egy idézőjeles mínusz, ha úgy vesszük, mert valaki kijátszotta a rendszerét, és... Hát anya nem, így is, hogy beenged valakit azzal a NFT-vel per kuponnal, tehát végre akkor mert tök, hogy te váltottad be, vagy én váltottam. Hát, mert... na, azért, azért az NFT-k, hogyha birtokolsz egy NFT-t, akkor nem fogod megadni valakinek a, a titkosított kulcsodat, és annak ezért nem is fognak hozzá. Azt nem, hozzá de ez mérni. igazából körülményesebbé teszi az átruházást, mint ha azt mondanám, hogy tessék, van egy kuponom Dennis Rodmanhez, használd el, mert én nem akarok sárga hajat. Hát igen, kicsit körülményesebb, tehát vannak neki technikai hátterei, amiknek teljesülni kell ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy ilyen tranzakció megtörténjen, viszont sokkal inkább biztonságos és lekövethető. Ezt a biztonságos dolgot egyébként a hétköznapokban lehet látni valahol mondjuk a videójátékos környezeten kívül, hogy mondjuk megvalósult és mondjuk használják? Mondjuk közigazgatásban vagy. Hát például nem kifejezetten Ethereum láncra, láncon, de Ethereum lánc mintájára épül, van például a magyar egészségügyi ellátórendszernek, az EST-nek az egész rendszere, amin a leleteket, a, a recepteket írják fel az orvosok, ez például egy blokklánc alapú rendszer. Vagy ö, nagyon sok államban, Amerikában már használják, hogy adásvételi szerződéseket NFT-kkel hitelesítenek, és nem közjegyzőkkel. Komolyan. Például lakásbérleti jogot tudsz vásárolni egy NFT keretein belül. Megvásárolod az NFT-t, akkor te ott lakhatsz a lakásba. Tehát, mert nem akarsz ott lakni abban a lakásban, akkor továbbadod valakinek. Ez viszont kurva jó. Vagy gyakorlatilag a, mondtad is, a közjegyzőt, ezt ezzel ki lehet váltani? Teljes mértékben, mert ugye, hogyha ez a tranzakció felkerül a blokkláncra, akkor azonnal ez megváltoztathatatlan. Tehát ez egyszer fölkerült, hogy én, Mester Ádám, átruházom neked az én bérleti jogomat a lakásomra amiben én most lakom, én nem akarok ott lakni többet, kiköltözöm onnan, te vagy onnantól kezdve a bér, idézőjeles bérlő, vagy a lakhatásnak a tulajdonosa. Aha. Mondjuk a lakás maga az, 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 a tulajdonos kezében van éppen, vagy akár egy lakásnak a tulajdon jogát is át lehet így ruházni. Én, ennyi ez a lakás, vett csinálva egy NFT, megalkottak egy NFT-t, hogy jó, ez a lakás szimbolizálja kvázi ez az NFT, mint egy szerződés, és ezt az NFT-t tovább tudod adni két kattintással ki, ki van, úgy váltva egy közjegyző, egy ingatlanos, egy minden, minden ilyen befolyásoló tényező egy ilyennél, hogy, hogy Két kattintással, és megmásíthatatlanul, Ez egyik majd, Ezeken majdhogy nem kafkai, egyébként, hogy az állam úgy gondolja, hogy nála sokkal jobban tudja szavatolni az adatok biztonságát. Egy, egy decentralizált, gyakorlatilag arctalan biztonsági modell, és inkább az, hogy inkább csináljátok így, mert ez így frankó, én ebből is így kivonulnék, és, és e, intézzétek ezt. Tehát ez nekem egy ilyen olyan. Valami valami szimpatikus dolog. Én bevallom őszintén, ezt a, a Denis Radner-es példát én nem értem. Már értem csak nem értem, hogy miért jó, de ez például, hogy ezek az aláírások, a hitelesítési dolgok, hogy hogy működnek jobban így, ez nekem borzasztóan szimpatikus. Hát van, lehet ilyesmi felhasználása is. Akkor nagyon könnyedén lehetne a, a. Most ez nem olyan szimpatikus az embereknek, de például az ilyen büntetéseknél nagyon könnyedén lehetne ezt is befolyásolni, hogyha mondjuk minden, tehát ez egy teoretikus, utopisztikus világkép, amit most így felvázolok, minden ember kriptóval fizet, a normális pénzeszközök megszűntek, minden embernek van egy bizonyos bitcoin, ethereum, akármilyen kriptó mennyisége, és hogyha te elkövetsz egy, egy nem tudom, egy közlekedési megrovást vagy akármit, akkor nem az van, hogy kiküldenek neked egy csekket, és te vagy befizeted, vagy nem, és utána majd még keresgélni kell téged, és bíróságra járni, hogy fizes be ez az amaz, hanem ezt mondjuk meg lehet úgy oldani, hogyha mindenkinek van egy ilyen bizonyos kriptotárcája, vagy vagy kriptovalutákkal foglalkozik csak, hogyha ez egy központi rendszerhez hozzá van kapcsolva, akkor azt mondjuk meg lehet oldani, hogy lefotóz téged a trafi, az, hogy te, te te speed limit fölött voltál, erről mondjuk készül a képről egy NFT, ez bizonyítja azt, hogy te tényleg, tényleg túllépted ezt, és abban a pillanatban, hogy ez tanúbizonyságot nyert, hogy te kihágást követtél el, automatikusan mondjuk megterhelődik a te bitcoin vagy ethereum számlád. Ez a jövőkép azért azt feltételezne, hogy a lakosságot úgy mondjuk kicsiben, mint nagyban elkezdik nagy üzemben tolni, a blokklánc alapú. Ez, ez tényleg egy teljesen Élet. utópisztikus, és nem, nem tudom, hogy hány éven belül valós világkép, de hogy egy esetleges ilyen világképben egy ilyen is működhetne. Hát, hogyha az Egyesült Államokban, amit példát mondtál, ha csak egy-két államban is már tetten érhető ez a folyamat, hogy a közjegyzői tevékenységet áthárítják teljes egészében a blokkláncra, akkor ez mindenféleképpen egy, egy valósnak tűnő jövőkép. Egyre inkább, mert például most Svájcban van egy kanton, most meg nem mondom a nevét, ahol hivatalos fizetőeszköz a bitcoin. Portugália 0%-os adót vett ki a bitcoin tranzakciókra és az ebből szerzett uh, vagyonra, és hivatalos fizetőeszköz ott is több megyében. Uh, nagyon sok harmadik világbeli ország. Komplett uh, infrastruktúráját és gazdasági hátterét mentette meg a bitcoin. Gondolok itt Venezuelára, mm. vagy vagy afrikai országokra, ahol annyira inflálódott a pénz, hogy az emberek inkább kriptovalutákban kezdtek el gyűjteni és fizetést kapni például. Oké, okay, ha mondok egy profán dolgot, hogy az Úristen veszel bitcoinért mosógépet? Hát uh, például most nincs itt nálam, de van egy Binance kártyám például, ami úgy néz ki, hogy van a Binance tőzsde, én nekem ott van bitcoinom van a kártyám, bemegyek a boltba, odaérintem a posztterminálhoz és fizetek vele. Az aktuális árfolyamon ő átkonvertálja az én bitcoinomat forintra és kifizeti a, a, az kereskedőnek például. Körülbelül milyen értéken mérik most a bitcoin? Tehát csak ilyen, csak egy bitcoin egy az most így szerintem nagy. Szerintem 19.300 dollár környékén van a bitcoin, de mindjárt mondok egy gyors, Micsoda? gyors adatot. 19.300, ha minden Amikor azt igaz, az a 19, akkor néztem, hogy 19 forint, az még így is egész jó lenne. 19.002 19 dollár, hogy pontos legyen. Ez uh, idén volt ez 70 ezer is, csak ott uh, történt egy kis, történt egy kis uh, issue, ami nem a bitcoinra vezethető vissza, hanem a terrára. Ott uh, az történt, hogy beszéltem a stablecoinokról, a stablecoinokról. Na már most a Binance Koinja az olyan, hogy egy Binance USD mögött van egy dollár. A Lunának is volt egy úgynevezett USDC nevezetű stable coinja. Nekik viszont nem dollár volt a fedezetük, hanem ha jól emlékszem, nekik egy arbitrázs volt a fedezetük, ami azt csinálta, hogy volt nekik különböző kriptók letétbe helyezve, Ethereum, Bitcoin és a többi, és ha valaminek az ára elkezdett esni, akkor annyi tokent elbörnölt a piacról, hogy kevesebb legyen kint dollár értékben. Ha elkezdett nőni, akkor annyit hozzáadott a poolhoz. Aha, tehát, így tehát itt, 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 folyamatosan szintes. Na már most, ez ugye a Bitcointól teljesen olyan szempontból független, hogy maga a cég semmilyen módon nem kötődött se az Ethereumhoz, se a Bitcoinhoz, sem más ilyen kriptovalutákhoz, Viszont nekik a security az nem volt annyira jól megoldva, és uh, hackerek be tudtak ebbe, ebbe így uh, uh, avatkozni, és ezt az arbitrás botot egy kicsit meg, meg, megbütykölték, és volt olyan, hogy egy, egy uh, Luna, egy USDC az uh, nem egy dollárt ért, hanem csak 30 centet. És akkor elkezdték lesortolni más robotokkal, és ez egy elég vulnerábilis rendszer volt, elég sebezhető rendszer volt. Ezt ki is játszották, és akkor ugye az, hogy ott egy nagyobb pénzmennyiség így kvázi kilettéve ennek a támadásnak, ez úgy befolyásolt az egész piacot, hogy nagyon sok emberben a kriptobiztonságába vetett hit kicsit megingott ezáltal nagy eladási hullám lett, de ez látható volt abban az időben a tőzsdén, és ott az is beesett elég nagyot abban az időben. Ez kb. így a, a hát, most meg nem mondom mikor, de úgy kb. a orosz-ukrán konfliktus között valahogy arra fele. Amikor amúgy is rossz volt a gazdasági helyzet, meg még rátett egy ilyen a kriptopiasznál, ott ilyen 68-70 ezerről estünk be erre a mostani szintre, először 40-re, aztán még lejjebb, mert akkor ugye ez a nagyobb esés, ez több ilyen ö, nagyobb kriptocéget eddig érzékenyen érintett, akkor elkezdtek az emberek folyamatosan cash minden, minden ilyen projektből. A cég alatt azt érted, akik a kriptóra alapozták? Ö, a például gondolok itt olyan cégre, mint a Nexo, akik azzal foglalkoznak, hogy le tudod náluk kötni a pénzedet, és ők ö, ugyanúgy, mint egy hagyományos értelemben bank, Tudnak kölcsönt adni neked, te is tudsz kölcsönt fölvenni, másoknak tudsz pénzt outsourcelni, tehát nem ők saját tőkéből, hanem igazából, ha jól tudom, hogy ez a üzleti modellük, nem biztos, hogy pontosan ez, de valami hasonlót csinálnak, hogy úgy forgatják a pénzt, mint egy normális bank, csak anonim módon magánemberek pénzét úgy csinálják, hogy ezeket teszik ki kölcsönökbe abból, hogy bejönnek a kamatok, a kamatból a kölcsönadó is kap, meg a cég is, te tudsz rövid lejáratú kölcsönöket fölvenni, meg stb. ilyesmi dolgok, nem uzsarakamat, de, de egy ilyesmi pénz piaci szereplőt kell elképzelni. Fontos. Nagyon sok ilyesmi van amúgy Fontos, más. fontos hogy ez az a téma, mert én pont a napokban nézegettem csak úgy merő poénból, hogyha az ember most uh, hitelt akarna fölvenni banktól, és mondjuk, ha már gondolkodunk, akkor merjünk nagyot álmodni, ugye egy bölcs ember egyszer ezt mondta, hogy <kül> vegyünk fel mondjuk 20 millió forintot, mert miért? Akkor már éljünk nagy lábon. Há, az meg régen, mondjuk két-három évvel ezelőtt az kamat sem fette le azt, amit vissza kell utána fizetni. Tehát én nem ilyen 8-10 százalékos kamatról beszélünk, hanem ilyen 2-300 százalékos többletről. Hát tehát nem tudom, ilyenek történni, igen. Tehát nem, nem tudom, a ugye ugyanez hogyan. Hát működni. ez nem, tehát ez mondjuk úgy néz ki, hogy te. Most meg nem tudom mondani pontosan, mert nem, nem kölcsönöztem még vissza pénzt, én letétbe szoktam helyezni a pénzemet. Ez mondjuk úgy néz ki, hogy uh, uh, kifejezetten annyiban, annyiban is különbözik egy normál pénzpiaci szereplőtől, hogy itt általában napi szintű hozam kifizetéseid vannak. Tehát nem az van, hogy lekötöm egy évre a pénzemet, és akkor majd egy év múlva látok belőle valamennyit, hanem itt az van, hogy én, én lekötöm hétfőn a pénzemet, és uh, egy éves szintre nem tudom, adnak 12-13% kamatot, és annak a 13%-nak a 1.365-öd részét te azon a napon meg is kapod például. És ez, annyi, ez egy ilyen flexibilis lekötés, tehát hogyha én csak 10 napig akarom lekötni a pénzemet, akkor 10 napig lekötöm, és utána kiveszem. Meg az annyira fura, hogy van, van egyik oldalon a bitcoin, amit mögött a, a, fedezet, ugye a bizalom, meg a technológia, a vele szemben ott van a pénz, ami mögött egy sokkal klasszikusabb fedezeti modell áll, és hogy lehet a kettőt összehasonlítani, hogy mondjuk azt mondod, hogy mondjuk egy bitcoin ma 19 ezer forintot éve, vagy ezer dollár. dollár. For, dollár tiz, blá, <laughs> 19 ezer dollárt ér, tehát, tehát, valamilyen, formában kell, hogy tudják nevesíteni, hogy mi a közös a, a blokkláncban és a mellette, mögötte lévő bizalomban, meg, és a pénzben, ami mögött valahol ugyanúgy ott van a bizalom, de um, nyilván 19, -szer, manapság, 19 szer jobban bíznak a bitcoinban. Manapság most. pont amit most írnak a, a chatten, hogy manapság sajnos eljutottunk arra a szintre, hogy a normál pénz mögött is csak a bizalom van. Semmi más. Tehát jelen pillanatban, ha azt vesszük, például Amerikát vegyük példának, ugye a COVID alatt a Fed hatalmas nagy pénzprintelésbe kezdett, és csak hogy egy adatot mondjak, az elmúlt 20 évben a, a nyomtatott amerikai dollár mennyiségnek a 48%-át két héten belül nyomtatták ki Amerikában a Covid alatt. Igen. Igen. Ami azt jelenti, hogy, 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 majd, hogy nem, ugye majdnem megduplázod a kint lévő pénz mennyiségedet két hét alatt, és ez semmilyen hatással nem volt a pénzpiacra akkoriban. Tudod, hogy mi történt? Ez ugye ez a, ezek a, a stimulus csekkeknek a, a kiküldése miatt történt ez az egész dolog. Minden ember alanyi jogon ingyen pénzt kapott. Segítsük őket a COVID alatt. Na már most ugye régebben az emberek mit csináltak volna ezzel? elköltön kajára, stb. Viszont manapság ott tartottunk, hogy ö, bizonyos kutatások ezt igazolják, hogy az embereknek a 65%-a nem elköltötte ezt a pénzt, hanem elkezdte befektetni. Ami ott például látszódik is, hogy 2020 márciusában az amerikai értéktős, de körülbelül 45%-ot, vagy 35%-ot esett egy nap alatt. Be is zárták a kereskedést, mert akkor elsés volt. És azt lehet látni, hogy, hogy, elkezdték kiadni a stimulus csekkeket, ez a, ez a görbe egyre csak följebb, 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 följebb ment, mert az emberek mit csináltak? Látták, beesett a tőzsdén, na majd én most nagyot szakítok. Ilyen társadalomban élünk jelenleg, hogy az amerikai emberek 64%-a inkább befektette a pénzét a tőzsdén, mint hogy kaját vegyen. Konkrétan ezt csináltak az emberek, ami a gazdaságot fellőtte az egekbe, és, en, és annak a 2020-as dolognak és a mostani világpolitikai helyzeteknek a, a, a hozadéka az, hogy jelen pillanatban a világpiacon a dollár átvette az eurónak a szerepét. Tehát a, többet ér egy dollár mindenhol, mint egy euró. Tehát a váltási szám, ami úgy volt még sokáig, hogy 0, 94-95 euró az 1 dollár, most 1,9 euró 1 dollár általában. 1,09 euró 1 hát. dollár. Ami így megfordult, ami így, ami így nagyon furcsa. Nem tudom, hogy hogy jutottunk el ide. Nem, de érdekes, hogy egyébként... Csak hogy ezt, ezt a gondolatmenetet még akartam vinni, és amúgy elnézést a csettől, hogyha esetleg valamit nem pontosan mondok, mert ilyen, ilyen adatokkal nem készültem ezek, amik így megmaradtak ebből az időszakból nálam, de ezek a számok kb., amik, amik láthatóak, hogy nagyon sok ember, 64% ez így megmaradt a fejembe, befektette a pénzét. Hát ez az Európában is egyébként jellemző, hogy ugye tőlünk nyugatabbra nem igazán jellemző a saját lakás. Ez Magyarország, ez ilyen kelet-európai sajátosság, főleg egyébként Magyarországon, de talán az egész kelet-európai hemiszférára jellemző, hogy nálunk van igazából ez a, ez a birtoklási vágy, de tőlünk nyugatabbra már mindenki inkább albérletben van, mert ha van annyi pénze, hogy lakást vegyenek, az inkább befekteti. Hát ugye ezt, ezt, úgy szokták mondani, ez Warren, megint csak tudom hozni. <laughs> Nyugodtan. Ő azt mondta, hogy neki egyetlen egy nem, hogy mondta, az élete legrosszabb befektetése, amit sosem bánt meg, de az volt a legrosszabb, az az, hogy 32-3 évesen a feleségével vettek egy házat. Mert meg tudták engedni akkor maguknak, és azt mondta, hogy ez nem azért volt rossz befektetés, mert rossz volt a ház, hanem azt mondta, hogy az első 1 millió dollárjának a megszerzését, annak az egy háznak a megvétele, az körülbelül 10 évvel vetette vissza. Mert ő azt mondta, hogy akkor vegyél házat, hogyha a vagyonodnak maximum 10%-át költöd rá. Addig mindenképpen, ö, hogy mondom a rendet magyarul, béreljél, béreljél házat. És ő neki azért volt ez egy rossz befektetés, mert például a vagyonának a 60%-át költötte rá egy házra az, az De most és, uh, és, és például az ilyen nagyobb befektetők mindig abban, abban látnak uh, dolgot, hogy tolják előre a cash flow-t. És a, a cash flow az, az minden igazából a befektetési világban. Olyan dolgokba kell befektetned a pénzedet, amik hoznak vissza pénzt. És látod, hogy mikor fog megtérülni ugye, a te befektetésed, és onnantól kezdve meg, meg már ugye profitot fogsz termelni egy háznál, ez mondjuk átlagosan egy ilyen 15-20 éves megtérülés szokott lenni, mondjuk hogy Budapesti ingatlan, nem tudom, hogy most ilyen pillanatban az ingatlanpiac hogy néz ki, de olyan 40 szóval millió jem. forint környékén lehet egy átlagos ingatlan Budapesten, ez mondjuk a jelenlegi bérleti díjakat sem nagyon tudom, mert én saját lakásomban lakom, Ö, nem teszem 2000 200 ezer forint mondjuk egy, egy átlagos belvárosi ingatlannak a, a bérleti díja, akkor az azt jelenti, hogy az neked 10 hónap alatt 2 millió, akkor az azt jelenti, hogy ennek a 10 szerese, tehát 100 hónap, ami körülbelül 8-9-10 év környékén van, mire te csak a bérleti díjakból azt a pénzt megszerzed, amennyiért vetted. Igen, ez már voltam egyébként egy ilyen levegőben lógó dolog, hogy azokat az árakért, amiért mondjuk bérelsz egy ingatlant, ugyanaz az összeget, hogy a félre rakod, akkor mondjuk 10 év múlva tudnál venni. De addig hol vagy? Igen. Addig van junál vagy hogy? Uh, Hát igazából én ezt úgy mondom, hogy, hogy uh, Magyarországon van egy ilyen sztereotípia például a hitelekkel kapcsolatban. Ugye uh, én nekem a vállalatgazdaságtan tanárom az egyetemen, az volt az első kérdés a hallgatókhoz, hogy maguk közül hány embernek van diák hitele? Gondolom soknak. Nem volt soknak. Ko, igen? És ö, feltettük körülbelül négyen a, a kezünket, öten a 80 fős előadóba. Most megleptél, azt hiszem, hogy a diák hitel azért nagyon népszerű. És, és kérdezte, hogy és a maradék, az miért hagyta lent a kezét? Hát, mert hitel, nem akarok fölvenni, ez az, amaz. Ez akkoriban volt, amikor csak a magyar állampapír, ami akkoriban amúgy egy, nem, egy, nem egy tök jó befektetésnek nézett ki, de az, az fizetett ilyen 5,1%-os hozamot. A diákhitelnek a kamata az 0,98 jelen pillanatban a diákhitel 1-nek a szabad felhasználásúnak. És akkor így megkérdez, hogy maguk miért nem veszik föl? Ha már csak azt a pénzt, amit abból fölvesznek, berakják állampapírra, akkor éves szinten 4 ot kapnak rajta. És ez az, ami nagyon furcsa, hogy Magyarországon, meg úgy, úgy igazából itt a régióban, Magának a hitelnek nem ugyanaz a felfogás, mint mondjuk Amerikában. Mert Amerikában ők úgy állnak hozzá, hogyha a hitelre van egy kamatom, és ennél több pénzt tudok belőle kisajtolni, ugyanabban az értékből, amely én visszafizetek x mennyiséget, uh -huh. de én ugyanazon az időtávon ö, több pénzt tudok belőle kisajtolni, akkor nem a saját pénzemből valósítom meg ezt a tervet, hanem valaki más pénzéből. És, nem az, és az a legjobb az ő olvasatukban, hogy más pénze dolgozik neked. Ami te egy idézőjes bérleti díjat fizetsz neki, mert havi szinten kifizeted a törlesztő részletet. Ez például egy lakásra nagyon jól látszik, hogyha mondjuk most teoretikusan 10 millió forintért veszek egy ingatlan, havi törlesztő részletem 95 ezer forint, de én ki tudom adni 100 000 forintért, akkor az kvázi megéri az a befektetés. Mert ameddig van rá nekem bérlőm, és rajta múlik kvázi, hogy tudok-e rá bérlőt szerezni, az én tudásomon, az én meggyőző képességemen, hogy tudok-e rá bérlőt szerezni, addig én profitot termelek magamnak folyamatosan. Mert havonta több pénz jön be, mint amennyit én kiadok. És az ilyen ö, felfogás, nem tudom, hogy manapság a pénzpiacon mennyire tud. Ö, ö, mennyire tud ez ez működni, de hogy ilyesmi lehetőségeket kell általában keresni. Van egy, egy podcast, amit én nagyon szeretek, és ott mondta az egyik előadó, hogy neki van egy saját lakása, amit ő kiadott. És most ő albérletben él. Úgy, van egy saját lakása. Tehát ez valószínűleg hasonló szemlélet volt, igen, igen. Hogy, hogy annyit termel az a lakás, hogy egyébként tudja fizetni belőle a saját albérletét, és még pluszt is termel igen. hozzá. Igen, ez egy módbeli különbség, de visszakanyarodva a kriptó. Igen, az, egy kicsit vissza a hagyományos de, pénzpiacra. De, de, el, ez, de, de, ez fontos, ég, mert szerintem ezen keresztül jobban tudják az emberek kapcsolni minden napjaikhoz a, a pénznek a kérdését. Visszakanyarodják a saját csapataitokra. Mondtad, hogy vittétek a csapatotokat Dubajba. Uh -huh. Ez hogy nézett ki? Hogy, ö, ö, hogy néz ki egy ilyen játék, meg erről a, Farm Star, vagy a Town Star. Town, is, hogy, hogy néz ki annak a játék, amelyet nekem elmesélted, és abban olyan dolgot mondtál, hogy néztem, hogy mi a szar, tehát az emberek képesek ennyi időt ebbe beleölni, vagy mi a tököm? Hogy... hát akkor beszéljünk először a Town Starról. A Town Star, ugye, hogy mondtuk, olyas, mint a Farmville, egy 16x16-os kockán, kockán ö, működő ö, ilyen kis városépítgetős játék. Úgy kezdesz, hogy van egy silód, van egy teherkocsid, egy benzintárolód, meg egy farmered, meg valamennyi búzád. És akkor ebből a helyzetből neked fel kell építened mondjuk ezen a héten a heti szerverem, mert két hetente van ilyen versenyszerver, ahol váltásban van egyik héten kriptovalutát, tehát pénzt tudsz nyerni, ha jó helyezésen végzel, másik héten pedig játékban felhasználható NFT-ket osztogatnak ki az emberek között. Majd el is kitérek, hogy ezt miért csinálják, miért NFT-ket és miért nem pénzt osztanak két hetente van ez a váltás. Most ezen a héten pont fut egy versenyszerver, most is fut éppen, valahol a 50. hely között lehetek a, a top listán. Nekkor ez a lista nagyjából? Csak Hát így... most szerintem olyan 3000 aktív játékos az van igen. a héten. és akkor az, az, történik, például ebben a játékban, hogy ezen a héten töklámpást kell készíteni. A töklámpást úgy csinálod meg, hogy megtervez tököt, csinálsz vaxot, az ö, viasz, viaszt, csinálsz viaszt, meg csinálsz kanócot. Hm. És neked ezt úgy kell megcsinálni, hogy egy tök, két viasz, két kanóc. Ebből jön össze a egy tök lámpás. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy nem tudom, olyan helyre mentem a pályán, ahol két folyó találkozásánál vagyok, a pálya egyik szél az vizet kap, ezáltal a töknek annak nagyon sok víz kell a játékban, le tudtam tenni a tököket, másik részre le tudtam tenni fákat, csináltam ilyen uh, léckészítő lumber milleket. Uh, vannak uh, olyan, traktam le gyapotot, a gyapotból tudok csinálni kanócot, a fából tudok csinálni uh, mi ez? lecet, lambert, meg tököt, és akkor van egy olyan, van egy olyan épület, ami mondjuk uh, ilyen clay csinál, ilyen kis tálkákat, agyaktálkákat, és akkor az a lényeg, hogy vannak méhészeim, vannak méhek lerakva, megy a méhész, összegyűjti a kis viaszt a méhétől, beviszi a raktárba, a raktárba bemegy egy másik munkás, ott beviszi az összeszerelő üzembe, megcsinálja a gyertyát, megcsinálja a töklempást, és tízes évvel lehet eladni ezeket a termékeket. És akkor ö, Megtermeled a terméket, eladod, ezért kapsz egy pontot. És minél több pontot kell ugye, gyűjteni a játékban. Tehát nem az a lényeg, hogy egy tököt megcsinálja de minél, több tököt minél is. többet. Minél ah. többet, igen. És ugye ez úgy néz ki például, hogy itt ö, nem csak arról van szó, hogy te ezt így lerakosgatod, hanem minden egyes ö, épületnek vannak proximity értékei. Amik azt jelentik, hogy be tud árnyékolni a területet, ö, tud szennyeződést adni, például egy, egy olajfinomító, az körülötte három kockányira, vagy négy kockányira be, bemocskolja a területet, és ott nem tud megteremni semmi például. Az igen. vannak olyanok, amik például vannak olyan dolgok, amik így vizet adnak maguk körül, tudsz ásni ilyen vizes gödröket, akkor vannak olyanok, amik amik energiát adnak maguk körül, hogy olyan épületek, amik mondjuk energiát használnak, és Ak ak akkor azt úgy köré tudod tenni, és akkor passzívan megkapja az energiát. Például egy, egy, egy atomreaktort le tudsz tenni, és akkor körülötte nagy, nagy területen mindennek van energia. Csináltál egy vizesárkot, és az hűti az atomreaktort. Egy vizesárkot, mellé egy vízpumpát, és az hűti az atomreaktort. Paksnál remélem figyeltek. Igen. É, és akkor az a lényeg, hogy minél több pontot érjál. Na mert most ez úgy néz ki, hogy ez a verseny, tehát mi úgy, 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 úgy vizionáljuk, hogy egy ilyen, egy ilyen versenyszervernek 20% -a, a tényleges játék, 80% -a, a tervezés. Uh -huh. Mert ez úgy néz ki, hogy megmondják, nem tudom, kedden indul a szerver, és megmondják pénteken, hogy a következő heti meta az ez lesz. Én a nulláról kell felépíteni. Nulláról neked ki kell találnod, hogy mi az az arány mondjuk fa és, és mi között, mi az az arány, ami neked pont megfelelő, ne termel túl, ne termelj túl, túl keveset, ehhez mennyi tökkel, ehhez mennyi Pottery Shop kell, mennyi Fabric Plant kell, mennyi atomreaktor kell, tehát így fejben először össze kell rakni, hogy jó, ennyi kell ahhoz, amit én kitűztem célul. ráfér -e ez a mapra? Akkor rá, lássuk, ráfér? Ráfér, jó. Akkor hogyan fog ráférni? Akkor ki, ki kell matekoznunk azt, hogy jó, akkor ez ide még besédel, ide még ad árnyékot, akkor ezt egy kicsit bejebb kell tenni, és ezt ki kell matekozni, majd ezután, amíg ez ezt kiterveltet, ezt implementálni kell, meg kell építeni a játékban, vannak test szerverek. Ezt egy test szerveren megépíted, és meglátod, hogy tényleg úgy működik, -e, ahogy te azt tervezted. Mm. És akkor rácsapsz az asztalra, na, nem úgy működik. Akkor újra tervezés, és akkor ezt csináljuk több napon keresztül, és akkor mi még kvázi rá tudunk térni arra, hogy mit csinálunk mi itt. Például ugye ezzel a játékkal, ezzel lehet pénzt keresni nálunk, ez úgy működik, hogy a játékosok játszanak a játékkal, amit ők megkeresnek vele pénzt, annak X százaléka az övék, X százaléka a magáé, a szervezeté. Miért kap a szervezet ebből pénzt? Azért kap a szervezet ebből pénzt, mert biztosít NFT-ket a játékosoknak, ami játékbeli előnyöket ad ebben a játékban, és biztosítja ezt a tervezést, mert vannak külön embereink arra, akik ezzel foglalkoznak, hogy ki tervezik, hogy mit kell majd csinálni a versenyszerveren például. Bocsánat, az esportnak nagyon ritkán szokott szó esni arról a részéről, hogy azért ennek ö, nagyon komoly rész, ö, része az, hogy ezt nézze is valaki, vagy kövesse. Ez például nem nem esportredi játék. Mint mondtam, itt az NFT-k például előnyöket biztosítanak, ami uh -huh. az első feltételét az esportnak kimeríti. Tehát az esportnak az lenne az első feltétele, hogy egyenlő feltételekkel tudjon. játékosok. Ez ebben nem valósul meg. Ez Igazából ebben a játékban a nézési lehetőség, az általában YouTube-on szoktak tutorial videók formájában megjelenni, Aha. hogy ö, elmondják, hogy szerintem így meg így kell csinálni, erre figyelje majd a következő városodnál. De ez például streamelésre vagy entertainmentre nem hmm. nagyon alkalmas. Ez a játék az inkább, hogy úgy mondjam, egy ilyen logikai feladvány, amit meg kell oldanod, és ha jól oldod meg, akkor te abból bevételt tudsz szerezni. Például. Csak nekem ott akad meg a dolog, és megint az én látókörűségem okozza ezt. Hogy például, ha be. Beszáll egy szponzor, vagy egy támogató, Igen, aki mondja az Epic Games, mondjuk, ö, ami megtörtént. Ez nem. egy valós példa? Hát most ö, kötöttek szponzorációs szerződést a Gala Games és az Epic Games. A Gala Games kiad egy GRIT nevezetű szerepjátékot, ami, ami így ilyen western stílusú szerepjáték lesz, és az az Epic Games Store-ban fog futni, például. Tehát például az Epic Gamesnek miért éri meg investálni egy olyan játékba, amit a saját elmondásod szerint is, hát így hát óvatosan fogalmazva, inkább őrlángon éri megnézni, mint sem, um, így, így nagy tömegben szúrva. Most például a Townstar erre nem jó példa, de mondjuk a, 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 a Spider Tanks, uh -huh. ahova amúgy most éppen tagfelvételt hirdetünk, Uh, akkor igen, légy szíves. Uh, az a lényeg, hogy ebben a játékban uh, október 31-én fog elindulni a Play to Earn modell akkor launcholják a játékot. Kilőttem ide egy format, egyébként közben, srácok, ezt majd nézzétek meg, és ezen keresztül tudtok jelentkezni, ha érdekeltek. Ha szeretnétek több ezer dollárnyi uh, bitcoint keresni, azzal, hogy jók vagytok. És az a lényeg ennek a játéknak, hogy ez egy 3 v 3 team brawler. <coughs> Ilyen tankoknak, vagy pókoknak kinéző tankokkal kell egymást likvidálni, teljes mértékben. Ö, befektetés nélkül is lehet játszani a játékkal, és ö, úgy is lehet vele ö, valószínűleg majd keresni, még ezt nem tudjuk, mert még a igzek számok nem jöttek ki, de most az indulásra szeretnénk egy nagyobb csapattal elindulni, és erre keresünk játékosokat, úgyhogy töltsétek ki a formot, és, és akkor majd felvesszük veletek a kapcsolatot, hogyha esetleg érdekelteket ez a világ. Ö, ja, Bocsánat, az, az, az ez még egy kicsit a, a Townstarra, hogy ezt mesélted, hogy nulláról építik fel ezt a Igen. várost. Hogy azért úgy, úgy érezzék az emberek, hogy ezt mennyire olyan mondjuk ezt építeni, mint mondjuk egy Annót, vagy mondjuk más ilyen váltalma-management játékot, hogy körülbelül mennyi idő lapátolni egy ilyet. Itt hát egy... ugye, mint mondtam, hogy körülbelül 80-20, de inkább 90-10 az aránya a tervezés és az építés között. Hát ez arra... ugye úgy szokott kinézni, hogy keddenként, délután 6 órakor uh, szokott elindulni a versenyszerver, bejutsz, foglalsz magadnak helyet, és elkezded építeni a várost. És igazából itt ugye pénz kell folyamatosan farmolni hogy újabb és újabb épületeket tudjál lerakni. Uh, átlagosan olyan 8-9 óra alatt épül fel egy város, ami úgy néz ki, hogy 8-9 óra egy helyben ülve, és folyamatos kattintás. Igen, ez, ez egy heti szerver, ez így néz ki. Tehát ők este 6-kor... Hát amerikai idő szerint valamikor, ami nálunk este 6, feldövik a szervert, elindul, és ilyen hajnal 3-4 fele már kész vagy, mondjuk. Azért az úgy kemény. De volt már olyan bildem, hogy délután 6-kor elkezdtük, és másnap délre lettem vele készen. A leheti például elkezdtem építeni 6-kor, és fél 11-kor én már az igazak aludtam. De nem voltál kész. De kész voltam. Yeah. Igen. Hát most már annyira eljutottunk a csapatba, hogy már úgy megtervezzük előre, hogy stage-ekre beosztjuk, hogy ezzel kezdesz. Nem tudom, 20 percig ezt futtatod, 30 percig ezt, még 30 percig ezt, és akkor utána átállsz erre, és most már nem az van, mint régebben, amikor még kezdőbbek voltunk, hogy akkor na majd csak lesz valahogy fölépítünk egy várost. Most már inkább arról van szó, hogy, hogy szervezett módon a játékosoknak már csak annyi a dolguk, hogy fölépítsék például. Ők is részt vesznek az ötletelésben, és a, és a... Kint vagyok a képből, vagy melyikünk van kint a képből. Na az a lényeg, hogy már ők is kiveszik a részüket ebben, a, ebben az ötletelésben. az meg tis, ki, kiveszik gyerek. a részüket ebben az ötletelésben, ők is, tehát szoktunk ilyen session tartani, nem tudom, pénteken kijön, a meta, mindenki ugye elkezd gondolkodni, és akkor szombaton, nem tudom, este 8-kor mindenki feljön Discordra, belépünk egy chatrumba valaki megosztja a képernyőt, és akkor mondja, hogy én ezt találtam ki. Ránézünk mindannyian, azt mondjuk, hogy jó, azt a favágót tedd át oda, oda tegyél -e több fát, onnan vegyék ki egy tököt, ide még kellene egy, egy ilyen erőmű, mondjuk, vagy stb. Tehát ez, ez így néz ki. Ebben az esetben például maradjunk ennél a Halloween témájú ö, városépítésnél, vagy tökkészítésnél, mondhatod, hogy ez verseny. Igen. És egy ilyennek körülbelül mekkora a, a prize -a, a végén? Hát most ezt ö, nehéz így megmondani. Uh, mert ugye mondtam, hogy a tenonster kicsit az ekonomiát most éppen reforjolja, mm. hogy úgy vesszük uh, Most jelenleg az van, hogy megcsinálod ezt a, ezt a városodat, és azért gála tokent kapsz, ami a saját tokenja a gálának. Most uh, mondjuk az én top 50-es helyezésemért, most meg nem mondom, mennyit, 1000 vagy 1500 gálát fogok kapni, amit most nem tudok neked megmondani, de ilyen 60-70 dollár környéke szerintem jelen, mm. jelen árfolyamon. Egy ilyen gála, vagy ez az összes? Itt? Ez, az összes, ez az összes, amit én itt megkeresek, egy ilyen, egy ilyen helyezéssel. De ez... És akkor mondtam, hogy itt vannak ezek a NFT-k folyamatosan, ami azért van, ez egy nagyon érdekes sztori, mert uh, ugye mondtuk, régebben Town Coint kaptak a játékosok, ami magának a Town Star-nak lenne a koinja, nem is a gálának, mint a szervezetnek, hanem a gála egyik játékának a saját koinja. Na már most ez az történt, amit mondtam, hogy birtokolta egy NFT-t, leraktad a pályára, megcsináltad a küldetést, és kaptál érte tankoint, És folyamatosan csak növel, növelték a kint lévő tankoin mennyiséget a játékosok, és ez egy nem fenntartható rendszer, valljuk be, ez nem fenntartható. Most azt akarják, hogy erre valami jobb verziót kihoznak, viszont a tankoint akarják ugye elégetni is, kvázi. Ami azért jó, mert azzal, hogy ők kiadnak NFT-ket, nekik nem kell tovább növelniük a supply-t hetente, a kint lévő coinok supply ját nem lesz több coin kint, hanem uh -huh. NFT-ket adunk ki a játékosok, ugyanúgy kapnak bele rewardot, mert másodlagos piacon el tudják adni, például OpenStreet, amit mutattam neked. Tehát a saját hogy én megkaptam ezt az NFT-t, uh -huh. ezt nyertem ezen a héten, nekem nincs rá szükségem, valakinek kell le. És lesz valaki, aki megveszi általában ezért a pénzt látsz belőle, valaki pedig örül, mint majom a farkának, hogy nem tudom, én csak az ezredik helyen végeztem, én csak common összetet kaptam, common NFT-t, te meg a századikon, és akkor én is rendelkezhetek olyannal, ami neked van a századikon, és ö, ezzel nagyon jól tudják most egy kicsit balanszolni ezt az ekonomit. Meg most például azt csinálták, hogy úgy mint ahogy a bitcoin is keppelve van, vagy van egy X mennyiség, azt mondták, hogy jó, innentől kezdve több tankoint nem adunk ki. És azt csinálják, hogy csinálnak NFT széleket például, tehát saját ö, meg tudsz venni NFT-ket, ami azért jó, mert kifejezetten csak Towncoinért tudod megvenni ezeket az NFT-ket. Miért jó az fejlesztőknek? Mert ők saját maguknak vissza tudják kapni a, a Towncoint, amit már kiosztottak ezeken a szélek során, tehát a kint lévőség visszajön, ugyanaz, mint egy bankrendszer, ahogy csinálja, hogy nem adok ki több pénzt, meg olyan konstrukciókat adok ki, amit, amivel vissza tudom hívni a pénzeszközöket vissza a, a, központi bankba, mondjuk a Magyar Nemzeti Bankhoz. Ezt csinálja ugye napi szinten, hogy most akkor így változtatom a kamatot, ezt csinálom, azt csinálom, a monetáris politikával ide-oda tudja változtatni a kint mennyiségét. Ugyanezt csinálja például most a Gala Games. Hogy azt csinálja, hogy kiadok neked egy nft te meg tudod venni, de csak az én koinomba, csak ebbe tudod, ezáltal visszakerül hozzám a coin, én azt le tudom kötni, el tudom burnolni, azt csinálok vele, amit akarok, és onnantól kezdve csökkentik a pénzmennyiséget, az árfolyam megy vissza fölfele az eredeti szintre, mert ugye a kint, tehát van egy értéke a kint lévő koinoknak, ha ebből én elbörnölök valamennyit, akkor kevesebb coin lesz kint, tehát kevesebb coinnak lesz ugyanannyi az értéke, tehát fölfele megy az egy coinra jutó érték nem tudom ebben nem azt látni, hogy ez a mikrotranszakciós modell, ami a van, ez olyan méretetlenül bejött a fejlesztőknek, kiadóknak, meg akár a gála méretű szervezeteknek, hogy kitalálták, hogy erre lehetne egyébként egy banki vagy egy piaci modellt ráhúzni. Hát igazából konkrétan ez történik, viszont itt úgy, hogy a mikrotranszakciókból te még tudsz visszalátni pénzt, nem úgy, mint a hagyományos játékpiacon lévő összetekkel. Igen, csak azon gondolkodom, ez menet folyamatosan, hogy például azok a példák, amiket mondtál, azok rettentően plastikusak és, 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 látványosak, hogy mondjuk olyan épületformákat veszel meg, amik mondjuk a, a játékmenetben a te teljesítményedet serkentik. De mondjuk ez áthelyezve a, a, a AAA piacra, hogy mondjuk ezt, hogy az úristenbe fogják ebbe implikálni a, az NFT-t, mint olyat, Legalább annyira nem tudok rá választ, mint amennyire tudok rá, és igazából hidegráz valahol. De például miért ne lehetnek könnyen implementálni? Például van egy LOL accountod. Én nagyon ilyen FPS-ekkel nem szoktam játszani, hmm. tehát nem tudok abból példát hozni, most a LOL például, én mobáztam sokat, a LOL a példám. Ugye jelen pillanatban lol hogy regisztrálsz? Fogsz egy e-mail címet, fogsz egy jelszót, regisztrálsz, meg vagy. Ugye ez mondjuk kórába úgy néz ki, hogy a social security nem böröddel tudsz. Tehát ott a személyi igazolványhoz van kötve a regisztráció, és egy ember csak egy accountot tud létrehozni. Egyébként ez valahol jó. Például. Na már most, hogyha ezt, ezt a jelenlegi rendszert, ami mondjuk az európai szervereken működik, átforgatnánk abba, hogy jó, regisztrálsz, meg hozzá egy kriptovalletet, az azt tudnánk csinálni, hogyha te veszel egy, egy skint a játékban, amit ugye el is mondtunk már eddig többször is, hogy mi van azzal a skinnel, amit én már nem akarok használni? Aha. Ez annyira könnyedén beimplementálható lenne az egész rendszer úgyhogy hogy a játékosok konkrétan észre sem veszik. Egy kattintással több a regisztráció konkrétan. Hogy... És ezzel nagyon sok lehetőséget lehetne adni a játékosoknak. Csak ugye a játékosok részéről már annyira beleégett a tudatba ez a mikrotranszakciós DLC-s dolog, hogy élből elutasítóak bármilyen erre már csak egy kicsit is hajazó ö, megoldásra. és. Ö, ja. korábban volt egy olyan ö, kifogás, hogy a videojátékiparban azért hát nem támogatja, ez a tilt támogat rendszer, hogy igazából ez a megtűrt ö, vonala a használt piac, mert ö, játékos igény ugyan van rá, de a kiadó annyira az nem örül neki, hogy kiad egy játékot, és mondjuk tíz kézen átmegy. Ugyanaz a cucc, mert ő nem realizál benne semmi hasznot. Az, um, az NFT-nél nem létezik ugyanez a dolog, hogy kiadok valamit, persze, eladogathatod meg, hát igazából nem csak úgy fogod eladni Facebookot, ez. hanem ehhez meghatározott felületek vannak. Na, Nincs hát az benne, hogy... Uh, itt uh, itt kicsit félreértettél akkor, tehát ez az nft széling, ez ugye úgy működik, hogy a kiadónak ez miért jó például. Tehát teszem azt, Gala Games. Uh, ez úgy néz ki, hogy ha te birtokolsz egy NFT-t, vagy a Dennis Rodman NFT is egy ilyen dolog, volt valaki, aki ezt megalkotta. Például Dennis Rodman, a Dennis Rodman NFT-t. Te megvetted, nem tudom, 300 dollárért, azt az, 300 dollárnak megfelelő Ethereumért azt okay. az NFT-t, és akkor te azt eladod. Te kirakod azt az NFT-t 350 dollárért, de te ebből csak 345-öt fogsz megkapni, mert levonják azt a royalty fee -t. Ami a Rod Mennek megy. Ami a Rod Mennek a... megy. És onnantól kezdve, hogy te megalkottál egy NFT-t, minden egyes jövőbeli tranzakcióból, ami azzal az NFT-vel végbe megy, te kapsz vissza. Ezt az 5%-ot a, 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 mondjuk a OpenSea határozza meg? Öm, vagy nem, a ezt, a, ezt a kiadó határozza meg. Ha? Hogy a jövőbeli eladásokból mennyit, mennyit fogsz kapni. Nem minden NFT-nél van ez de nagyon gyakran használják, hogy egyszer megalkotnak valamit, arra ráteszik, belekódolják, hogy ennyi meg ennyi minden eladásból hozzám jön, egy százalék, fél Aha. százalék, akármennyi, és onnantól kezdve abból profitálnak. Na itt viszont már bejön a képbe ez, hogy ez... Miért ne le lehetne egy, ját... egy komplet játékot NFT-síteni? Simán meg lehetne volna. <coughs> Tehát ő azt mondják, azt mondod, hogy innentől kezdve, ha mondjuk túl akarsz adni rajta, akkor gyakorlatilag megmaradhatna a használt piac is, hiszen onnantól kezdve, hogy a blokklánchoz kötik, onnantól kezdve az aktiválásával valamennyit mindenképp le kéne szurkolni a kiadónak. Hát ezt nagyon könnyedén meg lehetne csinálni azzal, hogy kiadják a játékot NFT formában, neked, mint mondtam, egy, egy kriptovalletet hozzá kell kapcsolnod az accountodhoz, egy rendszer érzékeli azt, hogy ott van a játék a Ott van. Akkor játszhatsz a játékkal. Nincs ott? Akkor nem tudsz vele játszani. Fel van telepítve a gépet, de mondjuk nem tudod ökszeszelni Ugyanaz, mint régebben voltak a cd kik hogy mm. vagy nem tudom, hogy most is vannak-e, most nem, nem nagyon vásároltam játékokat, de hogy van egy kid, azt, hogy te be tudod írni, akkor onnantól kezdve te tudsz vele játszani. Ugyanezt meg lehetne oldani egy NFT-vel. Ott van a valleteden a játéknak az nft amit te megvettél valakitől? Ott van. Akkor játszhatsz a játékkal. Nincs o? Akkor nem játsz. Nálad hát a kizáró az a dolog, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy van mondjuk egy verseny, spider tanks és azt mondjuk, hogy mondjuk van egy tízezer dolláros pool, uh -huh. egy elemény de nem bitcoinban, hanem dollárban, uh -huh. akkor ti azon például nem indultok el? Te kizáró tényező? Dehogy de hogy, de hogy kizáró tényező, hát a dubai versenynek is az volt, a, az, volt az eredete, hogy ugye ez a Sheik csinált egy kriptokonferenciát, ahol ahol rendezett egy, egy versenyt is a Spider-Tanks-be, meg X-Infinity-be, meg más játékokba, és ugye az volt neki a célja, hogy a legjobb uh, csapatokat uh, világszerte összegyűjti oda, olyan szinten gyűjti oda, hogy, hogy mondta, hogy jó, akkor küldjétek át az adatokat, és küldte vissza a repjegyet, meg a hotel, hotel rezervésen. Mindenki, Mindenki számára, a játékosok számára, és számomra, mint menedzser. Mm -hmm. És kimentünk, volt 25 ezer dollár a price pool, abból a fiúk, ha jól emlékszem, elhoztak ilyen 12 ezeret, vagy valami hasonló, nem emlékszem pontosan, hogy lehet, hogy csak 9 et de hogy elhozták az első helyet, és azt és az megnyerték. És ez például USDT-ben volt kifizetve, ami egy ethereum hálózaton használt uh, stablecoin. Egy USDT, egy USD. Aha. És ez ebből lett például áttransferálva. Igazából ez Ami a például, ahol, hogyha belegondolsz, a... tehát uh, most teszem azt, egy banki tranzakció mennyibe kerül. Most akkor csak a példakedvé 10 ezer uh, USA dollár, hmm. az akkor 4 millió forint. Ha most én neked át akarnék utalni 4 millió forintot, akkor olyan, hát szerintem olyan 40-45 ezer forint banki költséget ki kéne fizetnem legalább. Ha hmm. most én így OTP applikáción keresztül megadod a bankszámosszámodat, átutalok neked pénzt. Szerintem olyan 45 ezer forint biztos lenne. Na már most egy ilyen tízezer dolláros tranzakciónak, 4 millió forintos tranzakciónak blokkláncon a költsége az körülbelül 5-6 cent volt. Azért ez messze szempont. Ez is egy, ez is egy nagyon, nagy, nagyon nagy előnye amúgy az egész blokkláncnak, hogy, hogy ez ilyen banki költségeket minimálisra tudod ezzel csökkenteni nagyon sokszor. Ti nem féltek attól, hogy a bank, bankszféra az meg fogja ezt az egészet folytani idővel? Mint amire egyike voltak már próbálkozások, aztán pont tavaly volt an annak valami híre, hogy ö, nem fogják ezt sokáig hagyni hogy itt a a emberkedjen. Hát az ember itt, minden évben elmondják ötvenszer, hogy, hogy most már aztán tényleg, most már aztán tényleg meg lesz ez szabályozva. Hát igazából annyi szabályozást tudtak csinálni Európában, hogy mindenképpen kell verifikációnál a személyi, személyidet beadni a tőzsdéken, a kriptotőzsdéken. De hogyha te mondjuk egy Metamask walletet használsz, és, és ez a Metamask wallet ez teljesen anonim, és te csak egy számsor vagy, ami neked semmithez nincsen kötve, ezt nem fogják tudni szabályozni semmilyen módon, szerintem. Bár biztosan, biztosan lehet, de egyhamar szerintem erre szabályozás nem lehet kitalálni. És nem is fognak, mert mert nem, nem, nem fognak. Közben a, a, az űrlapot még egyszer berakom ide. Jó. Úgy, és meg akartam kérdezni hogy azt, hogy az, hogyha például az ember szeretne egy olyan csapathoz tartozni, mint amilyen például a tiétek, és szeretne indulni rendszeresen ilyen komoly uh -huh. nyereményekért, Mik azok a feltételek, amiknek ma például meg kell felelnie mondjuk egy esportjátékosnak, és ami még fontosabb, hogy körülbelül milyen távlatban tud gondolkodni egy esportjátékos hát években. Most, uh, tehát a mi csapatunkban, például vagy, a, mainstream vagy a mainstream esportjátékosok. Akkor merítsünk nagyot, hasonlítsuk össze a kettőt. Hát ugye um, Azért kérdezem már, hogy a mainstream-es mainstream sportjátékosokról nem sok mindent tudok így elmondani. Ott, ott azt mondtam, hogy általában ilyen négy-öt jó éve van egy egy, egy sportjátékosnak. Nálunk azért nem tudok viszont meg időpont, időt mondani, mert a mi piacunk, a mi, mi szektorunk, amiben mi játszunk, mi, mi csinálunk dolgokat, ez még annyira új, hogy kb. így tavaly októberben kezdtek a legelső ilyen kezdeményezésekkel indulni és mi is azért is szeretem ezt az egész feladatkört, amit én ellátok itt a csapatnál, mert együtt, együtt fedezzük fel ezt az egész szénet. Együtt találjuk ki, hogy most akkor ezt hogy is kéne csinálni? ott így csinálják, akkor ezt hogy tudjuk saját magunkra lefordítani. És én azt mondom, hogy most például a Spider Tanks, az egy, erre keresünk kifejezetten most játékost, ez egy olyan játék, amiben már ami például ez a játék engem már eljuttatott az Egyesült az Arab Emirátusokba egy verseny keretein belül. Ebből voltak olyan csapattársaim, akik ö, ö, sok pénzt tudtak keresni, még úgy is, hogy nem volt pénzkeresési lehetőség beépítve a játékban, még úgy is lehetett vele pénzt keresni. És emellett ö, bármennyire is nekem amúgy nem egészen a szívem csücske ez a játék, én nem szeretem az irányítását. Uh, viszont még engem is le tud kötni sokszor. Tehát amúgy még fan is a game, az a, az a, vicces benne, hogy az el, első olyan, olyan, nem az első, mert például engem a God's Unchained is leköt, meg, meg a Town Star is, de hogy ez egy olyan, 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 olyan játék, amivel amúgy leülsz, játszol, és nem veszed észre, hogy eltelt amúgy rohadt sok idő, mert, mert úgy pörögnek a meccsek, pörgős, csinálod, tök jó. Nálunk például most az, az egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy ilyen kezdésnél, minél több információt és minél több játékórát kell beletennünk, tehát az a lényeg, hogy minél többet tudjál játszani vele, és hajlandó legyél fejlődni. Mm -hmm. Mert uh, igazából szerintem a játéktudás, az, uh, ahogyan ott a, a, a Brand Festivalen is elmondták, hogy kis részben tehetség, nagyobb részben alázat, szorgalom és, uh, és gyakorlás. A reflexeidet tudod javítani, a játékmechanikádat tudod javítani, ehhez a játékos pedig annyira nagyon nagy játékmechanika nem kell, meg se, reflexek sem, itt úgy kommunikációs készség a csapattagja, hogy na én most bemegyek, fedezzetek, dob le ez, dob le az, ugyanúgy, mint egy mobában mondjuk kommunikálsz a játékos társaiddal, hasonlóképpen kell elképzelni. Nem tudom igazából, az az úr, hogy most nekem van egy ilyen megvilágosodás, egy ilyen revelációs pillanatom, hogy, hogy érteni vélem. Aztán ki fog derülni, mert nekem volt már valaki, aki előadást tartott kriptóból, ültünk egy asztalnál, érteni véltem mindent, elmentem a szomszédos sarokig, és elfelejtettem mindent. A póker van még rám hasonló hatása a pókernek a szabályai. Aha. Az is olyan háromszor mesélték el, és minden a háromszor elfelejtettem utána, öt percek később. De, talán meglátjuk. Viszont én, én nagyon meg szeretném köszönni ezt az időt, amit Nagyon szívesen rám meg ránk szántál. Mert... Remélem, hogy nem csak neked, hanem a nézőknek is voltak benne hasznos információk. tartsunk egy gyors, kétperces Q&A session annak a 118 embernek, aki most még itt van velünk, hogy bármilyen kriptó és NFT, vagy akár ezek metszetében található esport vonatkozású kérdés felmerül, azt még be tudjátok itt dobni, és akkor utána, utána viszont szerintem is zárjuk majd ezt a, ezt a szekciót, felismertünk 128-ra. Ha azt még így, így bevárjuk. bevallom valami őszintén egyébként tök durva nekem, hogy eljut -e egy, egy, ilyen csapat, mint nagyon egy éven belül, tehát ilyen rövid perióduson belül eljut a -e például egy dubai versenyre, és olyan kevés média nyilvánosságot kap ez az egész, hogy Igen, mert nem mainstream még jelenleg. Tehát kezdi a mainstreamnek a, a határait így, 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 ledöntögetni, így, így átnyúlogat, meg úgy az egész kriptopiac is olyan, hogy Bekerül a mainstreambe, mert beszélnek róla a legnagyobb hírekben és a többi, viszont mégsem annyira mainstream. Tehát annak kezd mutatkozni, de még nem az. És ugyanez a játékoknál is, hogy gondolj csak vissza, nem tudom, 90-es évek, kiröhögték azokat, akik azt mondták, hogy videójáték versenyre megyek. És most konkrétan azt érzem, hogy most meg azt röhögik ki, aki azt mondja, hogy, 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 hogy kriptojáték versenyre megyek. Uh -huh. és ugyanezt a görbét szerintem, amit a normál esport le tudott írni, azt pár éven belül a kriptojátékok is ugyanúgy meglépik. Csak fura ez a kriptojáték kifejezés, mert olyat sem szoktál használni, hogy, hogy dollárjáték versenyre megyek, vagy eurójáték versenyre megyek, tehát ez a kriptojáték szó használat egy kicsit olyan... olyan um, ez is vagy vagy nagy nagyon vagy. rossz ez a kriptojáték kifejezés, én inkább azt mondom, hogy blokkláncra épülő játékok, hmm. tehát blokklánc technológiát alkalmazó játékok, így kellene helyesen kifejezni. Ezek a játékok ilyenkor szükségszerűek, aztán mindjárt majd reagálunk rá, hogy ezek hogy össze vannak kötve például az OpenSea-vel. Hát nem Direktbe. az OpenSea-vel, de hogy mondjuk egy valettal össze van kötve, az NFT idet birtoklod, vagy a játékban megszerzett tokeneket ki tudod magadnak utalni. Ja, értem. Ha. Jó, közben egy pont, nagyon aranyos vagy. Bejött egy pár kérdés, akkor azokra, hogy gyorsan válaszolnánk így sorrendben. Csabi Strong kérdezt, hogy a hosszú távon, ha nem lesz banki befolyása a kriptovalutákra, mennyire fogják elfogadni az emberek? Tehát jelent, jelent látta a tendenciát, hogy... Hát ez egy, ez egy, olyan kérdés, ami ha lenne jó sgömböm, az jó lenne. Én azt tudom erre mondani, hogy már manapság is láthatunk erre irányuló törekvéseket, hogy, hogy, külön, nem tudom, megyék elfogadnak fizetőeszközként bitcoint vagy kriptókat, egész országoknak az egész gazdasága ráépül már a, a kripto világra, például Venezuela, a Dél-Amerikában van több, több, ország is, akik, akik, ezt, ezt alkalmazzák. És amúgy például itt egy nagyon jó sztorit még el akartam mondani, hogy ahogy Dubajban voltunk, ott volt egy nigériai playtone játékokkal foglalkozó guild, és ők azt csinálják, hogy ők megvettek egy csomó összetet a játékokban, sok-sok pénzért, és ők úgy adják ki például a játékosaiknak a, a, az összeteket, hogy nagyon magas százalékot kapnak a játékosok, és ők amúgy csak keveset. És ez az volt a céljuk, hogy jelen pillanatban akkor a infláció van ezekben az országokban, ahol ők tevékenykednek, hogy azzal, hogy Exi infinity játszanak a játékosok, amik körülbelül napi szinten egy dollárt össze tudsz szedni, és akkor játszottál vele 8 órát egy nap, ez az egy dollárt össze tud szedni, az még mindig több, mint amit 16 óra alatt a gyárban, abban az országban összeszednek az emberek, és stabil, és másnapra nem a felét fogja érni. És ez, ezt csinálják, hogy egyre több emberhez eljuttatják ezeket a dolgokat, a kripto világgal való pénzkeresési lehetőségeket és az ebben lévő számukra stabilitást, hogy ezzel próbálják az emberek életminőségét javítani abban az, azokban az országokban, ami egyre jobban működik. Tehát, Kezd, kezd, helyreállni nagyon sok helyen. Tehát ők, most jelen pillanatban az a céljuk, hogy 100 millió embert hozzanak be a Web3-ba. A Web3-nak szokták így definiálni ezt, már ezt a kriptovilágát az internetnek, és most tartanak körülbelül ilyen 8-9 ezer embernél pár hónap alatt, aki már, aki már, akihez már eljuttatták ezt az üzenetet, és jobbá tették az életét vele. Ez még záró gondolatnak is kurva jó lenne, de még van egy kérdésem, ami itt befutott, hogy Macsko kérdezte, hogy nekem az lenne a kérdésem, hogy hol van a jaktod? Hát ö, valamelyik metaverzumban. <laughs> jó, és akkor Topival, topival ö, zárjuk is szerintem a... a, a, a Bence még befutott. Ha megszünjük a BTC, ez a bitcoin? Igen. A bitcoin bányászat, akkor mi lesz a rendszerrel? Összeomlik, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ki az adás? Sajnos erre a kérdésre én nem tudok válaszolni. Ezzel a témával én nem. nem tehát amit itt elmondtam neked a kriptóról, az az én saját tudásom, viszont nem még, nem végletekig tudok dolgokat. Esetleg majd utána nézek tőlem okosabb emberektől, és, és, és elmondom. Ez kicsit, valamilyen fórumon nektek. Kicsit egyébként olyan kérdésnek érzem, mi lesz akkor, ha bedől a bankrendszer, akkor mi történik? Én sajnos, sajnos nem tudom ennek, nem olvastam még utána, hogy a, a bányászat végeztével akkor is majd fenn kell tartani a tranzakciókkal a, a rendszer, csak akkor majd nem lesz, nem, tehát más, máshogyan fog ez fennállni, nem fog megszűnni, tehát bányászok szerintem akkor is lesznek. Csak másmilyen formában. Lehet, hogy az is át fog egy proof of stake verzióra, ahol sztékelni tudod a coinodat, és nem lesz több kibocsátva, és az lesz a validáció, hogy te letétbe helyeztél pénzt, vagy vagy hasonlók, nem tudom. Ennyire ennyire nem, nem mentem előre. Sajnálom, hogy erre a kérdésre nem tudok így válaszolni, de nem, nem, nem. De, de, de valami, de nem fog megszűnni szerintem. Nem, mert a reflektor műsorok úgyis egy kicsit ilyen konteúadások, és e, akkor viszont egy. E, a utolsó, hogy ha nincs mögötte semmi, akkor ez nem dőlhet be. Azért nem igaz, hogy nincs mögötte semmi, mert ugye itt két tételt élből megfogalmaztunk a pénzzel kapcsolatban Igen. a podcast elején, és abból az egyik az masszívan mögötte van, ez pedig a bizalom és a. Hát Igen, a, bizalom. a másik az pedig a blokklánc technológia, amit ö, meglepődnétek, hogy mennyi helyen használunk manapság. Tehát amit, amit mondtam is, hogy például az ST rendszer, a. a Ügyfélkapu is például egy ilyen rendszer Magyarországon, ami egy blokklánc alapú rendszer. Az ügyfélkapu? Igen, én úgy tudom, hogy az ügyfélkapu is egy blokklánc alapú rendszer. Ugyanúgy folyamatosan az adatokat ilyen, ilyen szinten tárolják. Blokklánc technológiára épülő rendszer például az ügyfélkapu. Akkor, amit mondtam, hogy Amerikában egyre több helyen használják hitelesítésre az NFT-ket, stb. Van mögötte egy technológia ami, ami meg tudja adni azt a kellő bizalmat, hogy, hogy, működjön ez a rendszer, és ne dőljön be egyik pillanatról a másikra, szerintem. De nem vagyok jó, és nem tudom azt mondani, hogy holnap fixen itt lesz, mert nem látok a jövőbe. Az is lehet, hogy holnap bedül, de az is lehet, hogy a pénzrendszer bedül holnap. Tehát ez egy ilyen dolog. Olyan szép év 2022, nem? Hát igen. <laughs> jó. Srácok, nagyon szépen köszönjük nektek a megtisztelő figyelmet. Neked meg állám, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm még egyszer a meghívást. És, és felnyitott, hogy és és fel, felnyitottad el. a, szememet ezekben a témákban, ez nekem nagyon, nagyon hasznos volt. További Balázsnak is az egész podcastet, hogy nézze újra. És akkor találkozunk jövő héten. Jó? Videójáték hírekkel. Sziasztok. Sziasztok.